Hello, sziasztok! Sziasztok! Bocsánat, csak a telefon nem akart úgy dolgozni, ahogy mi szerettünk volna. Remélem, gondolom, vagyis gondolom láttátok a szenvedésünket, de nem baj, mert megszokottátok. Jelenleg hatan vagyunk, négyen, nem baj. Hosszú volt a mai napunk is. Igen. Úgyhogy Illés már itt van. Hello, Illés! Szia! Bocsánat, hogy egy órával el kellett tolnom. Nem tudunk pihenni. Hát én ma egész nap takarítottam. Szia, Norbert! Sziasztok! Köszönöm! Jó étvágyat! Tóth Márió, nagy rajongónk. Igen. Igen. Robert, köszönjük szépen, jól vagyunk. Fáradtan, de jól vagyunk. Hál' Istennek tegnap délelőtt esett mennyi eső? 5 milli, azt hiszem 5 vagy 8. Valahogy. Ma reggelre, ugye nem öntöttük ki, ez fölment 18-ra, úgyhogy valószínűleg 10 milli eshetett. Péter, én már láttam, hogy írtál nekünk, de nem tudom, hogy hova írtál, mert én még Messenger üzenetben az engedélykéréseknél sem láttam üzenetet. Lehet, hogy Attilának van, azt mondja, kettő olyan profilja, ahol nem tudjuk a jelszót, így kellett neki egy harmadikat is csinálni, és a harmadik él, ahol úgy vagyunk fönt, hogy Csőke Attila, Csőke Attiláné. Én egy piros felsőbe, Attila, azt hiszem egy kék felsőbe áll, a John Deere előtt, az a borítóképünk, ott tudtok Attilának is, és hát végig is írni, igen. Na, Tóth Márió Szlovákiából néz minket, nagy rajongód, és ő is gazdálkodik. Igen. Üdvözöljük őt is itt. Botos Lukács is köztünk van. Szia! Halló, Luki! Igen. Nem tudtam, hogy ki hiányzik. A rokony? Nem tudom, ja, meg képzeljétek el, hogy na, a Sopron mellől is csatlakoznak. Képzeljétek el, hogy a gyereknek is nem így mondanám. Gyereknek is van profilja. Igen. Ő is Csőke Attila névem. Senkit nem fog visszajelölni, mert nem mer. Tehát ha valaki engem akar jelölni, azt tudni kell, hogy... Mindjárt meg akarom mutatni, hogy most, ha már így vagyunk, hogy akkor milyen oldalon, vagyis hát hogy vagyunk fönt, hogy segítségetekre legyek ezzel. Ezzel a képpel vagyunk fönt. Nem így, az internetről leszedett kép. Nem. Így találtok meg minket. Ezen az egy képen, ezen az egy oldalon találtok meg. Így, hogy Csőke Attila, Csőke Attiláné. Így vagyunk fönt. Erre lehet írni. Én mondom, nem láttam Hallgat Péter nek az írását, pedig olvastam az üzenetet, nem láttam, vagy hát üzenetet így az egyik videónk alá írta, azt olvastam, megnéztem, nem láttam még engedélykérést sem, úgyhogy erre próbáljon megírni, vagy próbálj megírni, ezt ugye Attila folyamatosan nézi.
Mikor van időm? Igen. És én válaszolok. Igen. Igen, tudjuk, Illés, hogy te onnan vagy. Sikerült halat fogni. Tegnap a apa fogott egy, amit a videóban is láttatok, egy ekkora kis sügér volt? Sügér. Kis sügerecskét. Utána a gyerekek még lementek ide, Taksonyban van egy olyan tó, hogy Maresli. Na, ott fogott a gyerek egy csukát, egy ilyen fél kiló körüli csukát, tehát nagy volt a boldogság, úgyhogy ma meg fél tízkor már indultak le a kis haverjával, úgyhogy ma négy halat fogtak. Mind a négy csuka volt, öcsi? Igen. Mind a négy csuka volt. Úgyhogy kettőt a kis barátja fogott, kettőt a az öcsi fogott, úgyhogy nagy volt a boldogság. Igen. Ő egy helyen fogott kettőt, nekem meg sétálgatnom kell arra, hogy én fogjak kettőt. Na. Nekem egy helyen sose volt még kettő. Nem szeretnénk erőltetni az öcsinek a mezőgazdaságot, amikor van kedve, akkor bármikor jöhet, traktorozhat, jöhet, segíthet. Hát... ez úgy van, hogy valamikor nagyon van kedve, és hogy csinálja. És valamikor nincs. Valamikor meg elveszítjük. Igen. Ez ugyanígy van, a lánynál sem erőltetjük, de mondjuk ő meg is mondta, ő nem szeretne ebbe így részt venni. Ő, ha mi nagyon el vagyunk foglalva, főleg nyáron, akkor ő átveszi a háztartást. Úgyhogy ő inkább ezt vállalta be. Hogy 1400 ismerősöl a profilban? Valószínű, igen. Annyi ismerősöd van? Én nem tudom. De közben én még gyorsan minden tiszteltem az összesbe. Nem könnyű munka. Hát, nem könnyű munka egyáltalán. Jó, bocsánat. De hál' Istennek, még a videó ugye még nincs fönt, mert ugye elértük azt a részt, hogy már egy kicsit előrébb tudtunk már dolgozni és videózni, és akkor most töltögetem majd fölfele a videót. Úgyhogy hál' Istennek tegnap délelőtt, tehát délelőtt, hát fél hét után mentünk ki az utolsó egy hektárunkat elvetni, de úgy, hogy már elég jól csöpörgött az eső, és... Hát, jó. Ez majd később. Na. És én mondtam is Attilának, hát mondom, nem biztos, hogy el kéne mennünk vetni, mert mondom, most hiába tárcsás a vetőgépünk, mondom, nehogy megrakódjon. Azt mondta, nem, majd figyeljen meg, porzik majd a föld. Nem esett még annyi eső. Jó, kimentünk, elvetettük tényleg. Szinte még porzott a föld. Úgyhogy hál' Istennek elvetettük, azóta esik az eső. Mi is a horgászat során jó, megáztunk. Este a gyerekek is megáztak, ma is megáztak, úgyhogy hál' Istennek időbe el lett vetve a kritikálé, meg az árpa is. Úgyhogy én tényleg nagyon örülök ennek. Na. Na, mit látsz, bébi? Már is jött, mióta live-ozunk, azóta már is jött kettő olyan ember, aki bejelölt ismerősnek. Igen. Hát, ha nincs traktorod, akkor bajba vagy. De hát a Kövesdi Máténak van, annak van traktorja. Van traktorja. Ő neki most pittyenni fog a telefonja. Mindjárt gyorsan visszaolvasom. Tiszai horgásznak mondanám, hogy mi Pest megyében lakunk Taksonyban, és összesen 30 hektáron gazdálkodunk, plusz ugye a bérmunka. Na, lerakom a telefont. Igen, azért a traktoros... ...nak mondom, hogy igen, mert hál' Istennek odáig eljutottunk, hogy én már egy 4-5 videóval én már előrébb fölvettem a dolgokat, úgyhogy most azért tartunk még az aratásnál, de már meg
de már megvan a vetéses videó is. Úgyhogy az szépen lehet, szerintem folyamatosan ugye, hogy 2-3... Igen, mert olyan hallgat Pétert? Igen, ő szeretne. Igen. Ő jó. Szeretne, igen. Már nagyon sokszor próbálkozott, csak ez sikerült, Péter! Nem melegszik a kukoricánk, nagyon jó. Miért melegedne? Nem. Drágya szórót, holnap 1 órakor kell telefonálnod? Igen, és holnap megyünk megnézni. Igen, meg képzeljétek el, egy elméletileg egy buszsofőré, és holnap dolgozik, és holnap 1 órakor, ha hívjuk, akkor fogjuk megtudni, hogy 4 vagy 5 órára ér haza. Úgyhogy oda megyünk, nem nagy trágyaszórót, gondoljatok el, 4 vagy 5 tonnásat szeretnénk venni, annyi, ami hogy... a csőkefarnak megfelel. És reméljük most már megmarad, mert Attila már vett eddig 4-et. Már volt egy pár darab. És elszórta a trágyát, és mindig eladta, pedig olyan jókat vett. Volt már 6,5 tonnás, is igaz? Volt, igen. Úgyhogy... Úgyhogy... Ja, na mindegy, tovább olvasom. Milán, szia! Őt is most jelöltem vissza. Szerintem valami... Vajon, Milán? Nem tudom. Sziasztok, kellemes estét nektek! Az összes videótokat láttam, őszinte szimpatikus család vagytok. Csak így tovább. Köszönjük szépen, ezek mi vagyunk. Nem tudjuk ezt másképp elmondani, ezek mi vagyunk. Köszönjük szépen, Milán! Mivel videózunk? Hát az én telefonommal videózunk, az egy Samsung A33-as telefon. Teljesen jó. Már szerencsétlen. Ha tetszik az a videó, iratkozz fel, hanem akkor is. Igen. Ezen a telefonon keresztül mindent el lehet érni. Ma például nem tudom ki írta, lehet, hogy itt van köztetek, hogy... Hát neki ez a szöveg nagyon tetszik. Iratkozz fel, ha tetszett, meg akkor is, ha nem. Úgyhogy, tehát mindenféleképpen... Hát, ha megtetszik. Tehát mindenféleképpen iratkozzatok fel, tudjátok. Mindenkinek a saját akarata, hogy feliratkozik, vagy nem. 1000 feliratkozótól lehet... Élő live. Élőzni, így van. Hál' Istennek, mi már nagyon jók vagyunk, mert 2000... 30. Nem, már 40. 40-en fölül, 47 azt hiszem, 2047 volt, mikor én azt hiszem utoljára láttam. De halljátok, amikor szerettem volna élőzni, és akkor ugye rámentem, és akkor ugye írja a telefon, hogy hát az 1000 követőt el kéne érni. És ugye ezt én bemondtam egy videóba, ha ne tudjátok meg szerintem, már estére elértük az 1000 feliratkozót, és ahhoz... Hallgat Péter, most megkaptuk Hallgat Péternek a írását, el fogom olvasni, ha vége van az élő live-nak. Nagyjából beleolvastam, biztos, hogy működni fog, így előre ennyit. Na, majd akkor elolvassuk ketten. Nem akarom itt élőben mondani, hogy miről van szó, ő tudja, meg most mi is fogjuk tudni, csak úgy nagyjából beleolvastam. Ne haragudjatok, ha néha ránézek a telefonra, mert nem de akarom... De most ilyenkor sokan... Nem sokan. Akarok bunkó lenni veletek, de sok embernek kell visszajelölnöm, meg ilyesmi. Na most elfelejtettem, hol tartottam? Nem tudom. Iratkozz fel, ha tetszett, akkor is, ha nem, akkor is. Nem. Ja, igen, és amikor ugye mondtam, hogy el kéne érnünk az 1000 feliratkozót, gyerekek, én nem mondjuk ezt föltettem egyik nap, mert másnap estére szinte meg volt az 1000 feliratkozó. Annyira összefogtatok. Igen, mert szerettétek volna, hogy legyen élő live. És ez valami hatalmas. De mi nem tudunk csinálni nektek élő live-ot, hogyha a YouTube nem engedi, és ugye... Mi szerettük volna, de a YouTube nem engedte. Igen. És ez volt a feltétele, hogy ha 1000 feliratkozó megvan, akkor nekünk ezt írta. Igen. Van, aki azt mondja, hogy ez hülyeség, mert már 300 feliratkozó is mondjuk lehet. Mondjuk nálunk nem engedte. Mondjuk a sógorom is, ő videójátékozik, és ő is lehet, így, hogy a játékban és más. Live-ol. Igen. És azt mondta, hogy ő neki már... Nem is tudom, neki még lehet, hogy 100 feliratkozója sem. Kérdezzetek bátran! Várjatok, mert én nem jutottam ám a végére.
Tibor, köszönjük szépen, jól vagyunk. Hány hektár kukoricát vágtatok az új asztalra? Nem tudjuk. De tudjuk. Nagyjából nem tudjuk. Nem számoltam még össze. Még nem számoltam össze, hogy hány hektárt vágtunk. Volt olyan nap, hogy 13 hektárt, volt olyan nap, hogy 8 hektárt, volt olyan nap, hogy 5 hektárt. Nem tudjuk. Tehát össze kéne adni. Megígérem, hogy összeadjuk, és az egyik videóban el fogjuk mondani. Így nem tudom megmondani. Jó, megyek tovább. Sziasztok, jók a videók, rendesek vagytok. Abzolj, hát... Nem Pabzsolt, Pabzsolt. Bocsánat, nekem messze van a telefon. Ferenci Gergő, hello Attila. Hello! Hello! Úgyhogy én akkor is ilyen vagyok, ha találkozunk, meg akkor is, amikor így videó, élő live vagy videó van. Múltkor például lehet, hogy nem hittétek el, anya berakta a traktorba a telefont, fölrakta erre a tartóra, azt elindultunk, de nem tudtuk, hogy be van kapcsolva a videó. Hát ezt láttátok. És majdnem a sínekig elmentünk, mire nézek én is, mint a pirosan világítanám. Hát mondom, jó, anya intézi, engem nem érdekel. És akkor anya egyszer látom, néz, az... már megy a videó? Hát mondom, honnan tudjam, hát te telefonod. Az én telefonom is ugyanolyan, tehát ebben is lehet ugyanígy videózni. Nem tudtuk, hogy... Na, igen. Norbertnek mondanám, hogy állóbabás lesz. Igen, a... megpróbálom most frissen újból elküldeni a levelet. Jó. Állóbabás lesz a trágyaszóró, amit megnézünk. Megkaptam a Hallgat Pétertől a levelet. Én meg közben válaszolom, mert Attilát most egy kicsit elvesztettük. Nem. Búzát most nem vetettünk, tritikálét vetettünk, és árpát. Ez az őszi része, tavasszal meg zabot szeretnénk vetni. Ez a terv. Ugye a kukorica, meg hát a borson gondolkozunk még, hogy lehet, hogy kéne fehér növényt is kéne borsót vetni. Nem tudjuk, milyen fajta búzát vetünk, mert nem vetettünk búzát. Igen, műtrágyát fog kapni? Most csak mindegy, most búzáról beszélünk, vagy más növényről. Szerintem jövő tavasszal fog kapni, igen. Szerintem igen, de hát, ha fog kapni, fogtok róla kapni videót. Vagy fogtok látni róla videót. Nekem 50-et ír ki, de mi? Milyen, mit ír 50? Már lehet, hogy már annyian vagyunk, hogy 2000... 50-et ír? Mert mondom, én azt hiszem 2047-nél láttam, nem de nem. Lehet. Jenő dobja a lájkot. Köszönjük szépen. Most jó. Most jó. YouTube-bal keresek valamit. Nem, YouTube-bal kerestek valamit? Nem. Nem. Mi nektek ingyen, bérmentve csináljuk ezt a mezőgazdaságba valamilyen szinten beavatunk titeket? Milán, az előbb ugye mutattam a képet, hogy hol tudjátok Attilát elérni. Megmutatja még egyszer, jó? Mindjárt megmutatom. Jó? Nem ott, azt a három vonalat nyom meg. Mindegy, az is jó. Jó. Figyeljetek, még egyszer megmutatom. De nem gyűjtjük a... Így vagyunk fent, várjatok. Csak ugye most pont fordva mutatja a telefon. Na várjatok. De jól csinálod. Nem baj, hagyd így. Jó lesz így, jó lesz így. Na, az a lényeg. John Deere traktor előtt állunk. John Deere traktor előtt állunk, így. Ez a Facebook él. Így van. Na, Attilának van kettő még, aminek nem tudjuk sajnos a jelszavát, igen. És Csőke Attila néven van. De ne értsétek félre, tehát nem a rajongókat gyűjtjük, vagy hogy mondjam nektek. Tehát nem erről szól ez a történet. Ha valaki bejelöl ismerősnek, nyilván ha
ha normális és nem ír kell olyan dolgokat, akkor visszajelölöm, de ha nem normális, most ne értsétek félre, nem akarok megbántani senkit, de ha ilyen hülyeségeket ír kell, meg mit tudom én mi, akkor letiltom. Nyilván én sem akarok a telefonnal olyan dologgal foglalkozni, aminek nincs semmi értelme. Kamilla kérdezi, igen? Hogy egy szezonban összesen mennyi hektárt aratunk. Hát egy szezonban, most ezt vegyük az egy szezont, ugye a nyári meg az őszit egybe, tehát a gabonát és a kukoricát, hát olyan 250 hektár több. Környéke több. Mennyi? 286 hektár volt csak a gabona. Ja, igazad volt. Húha, tényleg. Milyenkével együtt több mint 300 hektár volt, amit levágtunk úgy a Medionnal, hogy nem volt különösebb probléma. De várjatok, akkor ez csak izé volt. Ez gabona. Csak gabona. Gabona. Elmondom... Hát akkor 350, 380. Elmondom nektek, nekem volt előtte a 88-as dominátorom, lehet, hogy pont nézi, akinek eladtam. 3 év alatt a 88-as dominátor 800 hektárt vágott le nálam. Kukorica, gabona. Na, milyen állatunk van? Sertés. Csirke. Kacsa. Csirke. Kacsa. Liba. Meg egy libám. Kutya, macska. Meg igen. Ketten mi vagyunk a marhák, hogy dolgozunk. Ez az. Meg van 2 bornyú. Igen. Azt Atika meg a Zsabika. Egy üsző meg egy bika. Igen. Na, azt mondja, igen, látjátok? Megjött a megoldás telefonról, csak 1000 feliratkozó felett lehet, de számítógépen 1000 alatt is lehet live-olni. Niki, mikor fogtok búzát vetni? Ha Attila eldönti. Én ezt tudom mondani, de Attila nem dönt úgy. Nem vettünk búzát. Vetünk. Tehát hadd mondjak el nektek valamit, és lehet, hogy most... De várjál majd még egy tartsd magadba, jó? Igen, jó. Bikázni mikor fogtok? Megmondom őszintén, hogy gondolkodom rajta, de... Hogy mondjam nektek? Az egy sokkal lekötöttebb dolog. A marhatartás, mint a disznótartás. A disznónak berakod az öletetőbe a kaját, oda rakod az öntudatot, vagy a vájúba engedsz vizet, reggel elmész dolgozni, rendben van, úgyis azt fogjátok mondani, hogy a bikánál is úgy van, reggel megeteted, meg este. Igen, csak ha a bikánál mondjuk napközben adódik valami olyan probléma, hogy felfújódik, vagy bármi, az elfújja a gyertyát, mire hazaérek. Egy disznónál más a helyzet, mert ugye egy disznó ér mondjuk 100, 120, 130, 150 ezer forintot, egy bika meg, mit tudom, hárommázsás korában ér 350 ezeret. Tehát nekem nem mindegy, hogy ő melyik állat. Nem szokott pusztulás menni, hála jó Istennek, lekopogjam. De volt, tartottunk, volt itt már a 10-es éve voltak bikák, azért azoktól nem is tudsz úgy kimozdulni semmilyen irányba, se nyaralás, se... Tehát az más. És most vagyunk azon a ponton... A tű pontosan tudja, mikor kell adni, enni, a disznóknál meg ott van az önetető, aztán csá. És most vagyunk azon a ponton, hogy már nagyok a gyerekek. Tehát úgymond nagyok, a fiú 12, a lány 16 múlt. Igen. És most a tavaly, nem a most, a tavalyi évünk volt az első év, amikor elmentünk egy 4 napra nyaralni, úgy, hogy külföldre. Igen. Meg ugye voltunk idén is egy hetet. Erdélybe. Erdélybe, imádtam. Szeretjük Erdélyt. De... Az volt a legjobb, amikor fogtál egy nagy pontot. De... Nem tudom. Tehát... Tehát nem lehet úgy itt hagyni a tanyát. Az a baj, mindig itt kell lenni valakinek ilyen nappal, ha elmegyünk, mert itt vannak a gépek, itt vannak az állatok, itt van a ház. Tehát nem tudsz úgy itt hagyni, hogy becsukom az ajtót, elmegyek, és majd egy hét múlva jövök haza. Ezt, aki állatot tart, az is tudja, aki nem tart állatot, az is azért nagyjából tudja, hogy az állat az nem úgy van, annak enni, inni kell, annak tisztítani kell az órat, takarítani kell őket. Tehát hetekig nem lehet itt hagyni, és másra nem hagyhatod itt az állatokat, úgyhogy trágyázzál meg ezt, meg azt, meg mindent csinálja. Hát igen, mi tehát az állattartás, az vagy állatot tartasz, ez az én véleményem, vagy állatot tartasz, vagy nyaralni mész. Tehát a kettő együtt az
annyira nem működik. Hát így is most, amikor elmentünk nyaralni, hát ugye kamerázva van a tanya, és Attila azzal feküdt a zakát. Este lefeküdtem, odaraktam az ágyba, magam mellé, elé a telefont, és néztem a kamerát, hogy mi van az udvaron. Mert ugye éjszaka is látjuk bent, az ágyba bent vagyok, ott is látom, hogy mi történik a tanya udvaron, vagy a gépeknél. Tehát föl van kamerázva minden, a kapu minden. Úgyhogy, de az nem olyan. Tehát az egy dolog, hogy te látod, meg volt itt egy ember, és ugye az ember is látta, hogy forog a kamera, meg éjjel is világít, és akkor integetett, hogy hello. Tehát én is integettem a kamerával, mozgattam a kamerát, hogy hello, látlak. Szóval nem olyan. Amikor mit csináljuk, azt tudjuk, hogy nem azt mondom, hogy... Tisztességesen meg van így, csinálva. De normálisan megcsináljuk. Tehát másra nem lehet úgy átruházni a jószágot, meg a tanyát, hogy... Tehát amikor nem vagy itt, akkor úgyis az van a fejedben, hiába mentél el nyaralni, mindig egy picit otthon van az eszed, szerintem, nekem legalábbis. A legjobb búza az exotik. Lehet. Kicsit felém fordíts, hogy én is látszom. Jó. Bocsánat, csak elé. Az exotik együttesben igen, ha Trabanton szállni élvezett. Gyorsabban száll, mint a képzelet. Nagyon jó. MTZ 89, na hogy van? 892.2, sziasztok. Igen, a 6630 John Deere nem. Tudsz eladót, Attila? Nem tudok eladót, de a traktor vásárlással én is úgy voltam, mert azt hiszem egy videóban lehet, hogy elmondtam, de elmondom neked még egyszer, vagy nektek még egyszer, hogy nem szeretek úgy traktort venni, vagy bármilyen gépet, hogy én böngészem a netet. Tehát, adjatok föl hirdetést, hogy kerestek. Az a baj, elmondom nektek, ami jó, tehát ez tapasztalat, tehát 90 óta gazdálkodok, de 91 óta van traktor, tehát 16 éves korom óta van traktorom. Tehát elmondom, ez ilyen szavajárásom nekem, ezért ne haragudjatok, mert tényleg mindig azt mondom, hogy elmondom nektek. Nem tudom, hogy mondjam, csak az van azt mondom. Elmondom nektek, hogy nem jó úgy gépet venni, hogy böngészed a netet, mert mire rátalálsz, legalábbis én magamról tudok beszélni, tehát én reggel felkelek, reggelizés közben átszaladom a netet, ha keresek valamilyen gépet. Ha találok egy jót, akkor vagy heroinát, tehát vagy csillagászati áron van, ami nem baj, mert ugye akinek van annyi pénze és jó gépet akar, akkor az megveszi. De ne értsétek félre, én nem ingyen akarok gépet venni, hanem mit tudom én, van egy 1,5 milliós gép, most csak példát mondok, akkor senki nem szeretne 2 milliót adni érte, hanem az 1.500.000 forintos gépnek 1.500.000 forint az ára. Azt, hogy most engednek belőle, vagy nem engednek belőle, az egy dolog, de tehát ebből arra akartam kilukadni, hogy a jó gépet hamar elviszik, ha valaki keres olyan gépet, és értékeli az állapotot. Hogyha te adsz fel hirdetést, abból a szempontból jó, hogy azt még nem nézte meg úgymond 66 ember, mikor oda mész, mert ugye én nekem az összes John Deere traktorom úgy lett véve, hogy nem hirdették egyiket se. Tehát mindig én adtam fel a hirdetést, hogy én ilyen típusú gépet keresek. Igen. És ugye felhív a gazda, a gazda úgy is meg fogja nézni az interneten, hogy mennyi érhet az ő gépe, tehát nem úgy fogsz oda menni, hogy nem tud semmit róla, mert ugye ő, amikor már fölhív téged, ő már nagyjából tudja, hogy körülbelül mennyit ér a gépe. És akkor elmentem, megnéztem, és tudtam, hogy én vagyok az első vevő. Kettőn áll a vásár, én úgy gépet nem veszek, ha nem engednek belőle, akkor ott hagyom. Tehát úgy még én gépet nem vettem, hogy nem engedtek az árból. Ha nem engedtek, akkor köszönöm szépen a viszontlátás. Igen. Tehát Attila szeret nagyon alkudozni. Én nem. De mosolyogva nevetve alkudozunk, tehát nem úgy, hogy fikázom a gépet, ilyen szar, olyan szar, amolyan szar, tehát nem erről szól a történet. Már látni az emberen azt, hogy lehet vele hülyéskedni, vagy nem. Úgyhogy tudnák róla mesélni, amikor vettem a John Deere rakodót, hogy egy olyan embertől vettem, akinek a saját... Veje azt mondta, hogy a papa ki fogja nyitni az ajtót, ha én kevesebbet mondok, mint amennyit kér érte. És a papa nem nyitotta ki az ajtót nekünk, hogy jöjjünk ki, hanem 500 ezeret leengedett belőle, és kezet fogott velem. Tehát én így beszéltem az emberrel. Tehát nem mindegy, hogy nagyképűen flagmán mész oda, mert a te zsebedben van a pénz, ő neki meg van gépel, az is te vagy a király csáó, mert neked van a zsebedben a pénz. Nem, te mentél oda, te akarsz venni.
Tehát én is el akarok valamit adni, tőlem jöhet ide 66 vevő, hogyha volt olyan, hogy annyira odaadtam volna, amennyire hirdettem, annyit adott volna, hát nem is így mondom, hogy adott volna, hanem kevesebbet adott volna az ember, de már csak azért se adtam oda, mert nem volt szimpatikus. És nagyképű volt az ember. Milán írt neked. Igen. Öcsi! Igen? Gyere! Köszönj be Ferenci Gergőnek, mert hiányolt téged. Eszik. Fogyókúrázik a gyerek. Jó látni, mosolyogni Attila, mert igen, ő egy komoly ember. Én? Gyere ide. Gyere ide, ülj ide, elém. Gyere, ülj ide. Gyere, jöjj ide közénk, gyere. Igen. Hátrébb viszem a kamerát. Kicsit hasonlít rám, nem olyan sok, nagyobb, gyere, légy szíves. Igen. Hogyan? Gyere. Hát ide jössz és ide, de nem. Na. Gyere. Gyere. Téged is szeretnének látni. Sziasztok. Én meg beülök az öletbe, mit szólsz hozzá? Nem, hát errébb nem kérünk itt hárma. Gyerekek. A lány nincs itthon. Ő a párjánál van. Igen. Most viszont nem fogjuk tudni olvasni a kérdéseket, mert nagyon messzire került a telefon, hogy hozott közelebb. Engedj egy picit lejjebb, jó? Várjatok, mert várjál, ez úgy nem jó, akkor a fejem nem lesz benne, de mindegy. Hány csirkétek van? Hát majd megszámolom nektek egyszer, mert az egyik 20 darab az egyik tanya végében, a másik 50 darab a tanyának a másik végében, nem tudjuk. Meg még amit elvisz a róka. Se, nem tudjuk. Nem tudjuk. Anya összeszedi a tojást. Saját célra termeljük, hát termeljük. Annyit tojnak nekünk, hogy bőven van házi tojás. Így van. Boltból nem kell venni tojást. Így van. Hát ettél még? Nekem is volt egy hadd kert. Menjen, akkor visszamegy enni, megeszi még a kajáját. Megeszi. Egy hús van. Egy hús van. Menjél nyugodtan. Na, hogy akad az az egy hús én már megy. Vagy a pocak. Na, menjél. Jó, menjél. Mindjárt jövök vissza. Jó, mindjárt jön vissza azt üzeni. Nekem is volt két birkám, meg egy kecském, imádtam őket, meg is mindegyik lány volt, meg akartam tartani. Csak képzeljétek el, Attilának kiregtek az akácfáit, és azt mondta Attila, ezért főgyújtja a tanyát. Kirágtak három akácfát. Úgyhogy a két birkámat eladta, a kecskét meg visszaadta annak az emberkének, mondtam neki, most elhoztuk. Engedd útjára mind a hármat, mert ha én engedem útjukra, akkor nem bántottam őket, ne értsétek félre. Hirdesd meg a birkákat, add el a kecskét, meg visszaadjuk a nagyon jó barátunktól kaptuk ingyen. És akkor vissza lett neki adva. Igen. Öcsi, bent a villant le kéne kapcsolni. Ülj le ide, és majd hiányolnak, akkor ide jössz. Disznótoros videó? Lesz disznótoros videó. December 16-án Jani barátunknál a mi disznónkat viszi. Még élőben is be tudunk jelentkezni majd. Hát csak az a baj, hogyha nagyon élőzök, akkor igen, nem biztos, hogy fogok tudni segíteni. Azért lesz egy fél órát szerintem egész nap. Fú, add ide! Figyeljetek! Mindjárt megmutatom nektek. Öcsi, mit akarsz tenni? Aj, gyerek. A gumicukrot. Apa nem szereti az ilyet. Nem, a száján jön kívül tartani. Igen, nem szereti az ilyet. Kész? Nem kérek. Hogy milyen átlag volt a kukoricából? Igen. Hát figyeljetek, amint mi vágtunk azt az 1,2 vagy 1,6, de szerintem... Nem így mondanám. Elmondom nektek. De 85 mázsa körül volt a legteteje, 85-100 mázsa között volt valahol, és a legalja meg olyan 15-20 mázsa hektáronként. Hát igen, de az nagyon-nagyon rossz volt, mert nem volt, de ott volt a kukorica, csak ilyen pici volt, nem a cső, maga a kukorica szára, szinte az asztalban. Én szerintem az átlagos termés itt nálunk olyan 65-70. Én inkább olyan 50 és 70 közé satszolnám valahol. 55 mázsa, inkább így mondanám. Legyen. Na, olvasom tovább. Kamilla Karsai, szeretném megkérdezni, hogy a Medio milyen idős? 20 éves, 2003-as évjárat a Medionunk, illetve hogy mennyiért árulnak most egy ilyen asztal? Nem amennyiért ti vettétek, hanem újonnan vagy használtam? Milyen áru? Várj egy picit. Hogy kérdez, ez a Kamilla, ez egy hölgy,
Igen. És a hölgy kérdezi ezt? Igen. Akkor neki válaszolni fogunk, mert ritka az ilyen hölgy. Olvasd fel még egyszer. Hát, hogy szeretném megkérdezni, hogy a Medion milyen idős? 2003-as évjárat, de majd mindjárt visszatérek erre a 2003-ra. Illetve, hogy mennyiért árulnak most egy ilyen asztalt, nem amennyiért ti vettétek, hanem milyen áru. Na, válaszolok neked. Biztos sokan vannak, hogy 137-en vagyunk. Igen. Biztos sokan vannak, akik most haragudni fognak rám ezért, de én mindig a saját véleményemet mondom nektek őszintén. Ezért a pénzére, amért én ezt a Medion-t vettem, vehettem volna Lexion-t is. Vehettem volna Z-szériás John Deere-t is, meg vehettem volna New Holland-ot is, meg vehettem volna, talán még belefért volna a V-kombány is John Deere-ba. De hozzáteszem azt, hogy sokan megvannak ijedve, hogy 20 éves, és hogy milyen öreg már. Na most, én Németországba, Ausztriába, Horvátországba jártam gépér. Ki? Nem is egyet hoztam már, nem másnak, saját célra. Tehát én nem azért mentem ki, hogy másnak hozzak el adjam, hanem saját magamnak. És egy nagy tévhit az, hogy a kintről hozott gép az egy lehajtott gép. Biztos van olyan is kint, tehát hozzáteszem, de én kereskedésből gépet kint nem veszek. Mert azt már beadja a gazda, egy normális gazda Németországban, vagy Ausztriában, vagy Horvátországban, az a háztól akarja eladni, mert ha ő beadja a kereskedésbe, sokkal olcsóbban veszik be, mint sokkal olcsóbban számolják be, mint amennyit valójában ér a gép. Na most egy ilyen kategóriájú gép, mint ami most nekem van, pont tegnap néztem este, Németországban nem 2003-as, hanem 2001-es. Igaz, hogy abban 600 üzemórával kevesebb van, 80 ezer euró. Tehát, igen, 80 ezer euró áfásan annyira láttam egyet. És ugye azt tudni kell, hogy 19%-ot kint az áfa. Tehát legyen 70 ezer euró, tehát még mindig 20 millió forint fölött lehet venni 20 éves gépet kint. Igen, de most várjátok meg, hogy mit mondok. De én itthon megnéztem legalább 10 darabot, tisztelet a kivételnek, ennyi pénzére mennyi, 20 millió, 20 és 25 millió forint között lévő ilyen klassz kombány, az úgy szét volt hajtva. Nem is hajtva! Hogy ilyen anya azt, voltak a gondoljátok el, amikor anya azt mondja, hogy ezt be nem hozhatom az udvarba. Tehát még nem is egyezkedtünk rá, csak elmentünk megnézni. És már amikor 50 méterre jártunk a géptől, anya rám nézett, hogy ez már nem fog az udvarba jönni, akkor gondolhatjátok, hogy hogy nézett ki. Tehát most ne értsétek, nem fényezem az enyémet, mert ez is, mit tudom, x év múlva úgy fog majd kinézni, mondjuk nálam nem fog, mert én addigra el fogom adni. Tehát nálam maximum 4-5 évig van egy gép, eladom, hozok egy másikat. De nálad miért nézne így ki? Nálad 15 év múlva is ugyanígy néznek ki a gép. Én szerintem úgy mondtam, hogy ez a gép is úgy fog majd kinézni, de nálam nem fog így kinézni, mert nálam tető alatt van. Másik meg az, hogy nyáron annyit van a napon, amikor aratunk. Tehát nem áztatta, most is 18 mm eső esett az éjszaka. Nálam a ferde felhordónak az eleje bent a tárlóban le van takarva, hogy még a pára sem menjen bele. Tehát le van takarítva a gép. Én úgy vigyázok rá, én nem tudok. Tehát ha kínálna az udvaron a gép és esne az eső, nem tudok aludni. Tehát nem tudok más mondani erre. Tehát a kis John Deere az most kint állt, mert ugye az most csillaggarázs volt éjszaka, de be fogjuk tenni a helyére őt is. Jó, akkor most azért úgy egy kicsit haladjunk, mert azért már rengetegen írhattak. Igen, és én még most az... Akkor tekerem, bocsánat, elmentünk be tárgyal. Jó, mehetünk. Mennyiért tudsz ilyen asztalt venni? Mert ugye ja, igen, 18 ezer euróért vettük, igen. 18 ezer euróért vettem ezt az asztalt. Hogy milyen áron vannak most ezek az asztalok? Nem titok, ennyibe került. Az ugye 18 ezer euró, az
egyszer 4.432, 7.200.000 forint, 400 forintjával. Ha megfogod a 7.200.000 forintot, és Magyarországon, ne értsétek félre, biztos lehet találni jót. De ha egy klassz konszped asztalt akarsz venni 7.000.000 forintért, én garantálom neked, hogy talval egy szezon nem fogsz végighúzni. Nekem ez a véleményem. Mert hogy... Én... Az is már annyit levágott. Tehát azt szoktam megnézni, amikor egy kombánál a törőlécek fölött az a léc már 10-es gömbvassal föl van heggeszve, az már nem 500 meg 1000 hektárt aratott. Azt mindenki tudja. Ez 300 hektárt aratott, az biztos. Eredeti rajta minden, a kést én fordottam meg. Nem gondoltam, hogy a dominóni asztal ilyen jó. Tehát én rosszabbra gondoltam, egy kellemes csalódás volt ebbe az asztalba. Egy ilyen állapotú asztalt klassz konszpertbe, szerintem ez az állapot, ami nekem van, de ez nem klassz konszpert asztal, ez egy dominóni, tehát állapotra egy ugyanilyen klassz asztal 10-12 millió forint. És most ebbe belegondoltam, hogy amikor én is ugye még kislány voltam, és ugye hát itt álltam föl itt az állomásnál a buszra mindig, és ugye én is láttam a traktorokat, vagy amikor mentünk valahol, és én is ugye nézegettem a határt, és ugye láttam a gépeket, és jó, hát ott egy traktor, meg ott az húzza, meg ez húzza, semmit nem értettem hozzá. És amikor ugye Attilával összekerültem, és amikor vettünk egy szerszámot, mondjuk a gép után, és akkor... ezért már egy autót is tudnánk venni ebből a pénzből, apám. Meg hogy az mennyi. Hát komolyan mondom, nekem leesett az állam, hogyha a gép után egy szerszámot akartunk venni, és több száz, meg több millió forint volt, hát nekem ez egy kicsit furcsa. Egy MTZ után való eke is, hozzáteszem én az MTZ 82-essel, Vauganot L950-es ekével szántottam, az újonnan 470.000 forint plusz áfa volt. 99-ben, ha jól emlékszek rá. Most azt az ekét, én már nekem az, olyan ekén már nincs, én azokat már eladtam, most azt az ekét, ugyanolyan ekét, inkább így mondom, 500.000 forint árulják. Tehát egy MTZ után való, valamire való eke, most teljesen mindegy, hogy Vauganot, vagy Healthy, vagy akármilyen, szerintem 300.000 forint alatt nincs olyan eke, amivel na, ki tudsz menni szántani. Igen. Az, hogy most ekevasat kell cserélni, meg ilyesmi, az egy dolog. De borzasztó, milyen áron vannak, igen. De menjünk tovább, mert leragadtunk nagyon. Ilyen vélemény van. István Láncos, erdélyszerelmesei vagytok ti is. Igen, imádom. Igen. Imádom, szeretjük. Főleg a fenyveseit. Én imádom. Most is oda mennék, de a Jani barátom az Olaszországot intézi, de még mindig nincs lemondva, hogy Erdélyt bevegyünk. Igen. Milyen véleménnyel vagy a Fiat traktorral? Én itt a szembelévő tanyásnak a Fiat 180-asával hengereltem 2 napot. Nem tudok rá rosszat, mert kellemes csalódás volt. Én azt hittem, hogy sokkal rosszabb az a Fiat. Nagyon jó volt. Hozzáteszem, mondtam is a gazdának, hogy nem gondoltam, hogy ilyen jó ez a Fiat. Igaz, hogy csak hengereltem vele, de jól kezelhető volt. Jó fordulék, jó volt. 180-as Fiatot, több Fiatot nem ismerem. Ez se annyira, de... Polgár Márk, hát most hogy érted, hogy szintisztetjúkok? Vettem először is tojásokat, kikeltettem, így lettek a tyúkeim, abban van kakas is, és tanyasi tyúk, tojásokat vettük. Tyúk is, igen, vettem, mert százas a keltetőgépen, vettem így mindenhonnan tojást. Több helyről. Így van, vagy 4-5 helyről. És... kikeltettem, meghagytam egy X mennyiség kikelt, meghagytam abból egy 4-5 kakast, a többit levágtuk. Ugye tyúkok megmaradtak, akkor utána megint beraktam egy keltetővel, és akkor szépen lassan, úgyhogy most nem tudom, tehát nem csak tyúkjaim vannak, vannak kakasok is, tehát szemesek a tojások. Visszafogunk... írta Milán Vajon.
Nekem? Messengeren? Igen. Várjál. Hallgat, Pinterjét. Várjál. Nem látom nyílt volna. Megvagy. Megvagy Milán, mindjárt egy pillanat. Az én. Na, Illés is már köztünk van. Itt vagyok. 144. Mi 144? Azt most nem tudom. Nem akarja megnyitni az üzenetedet. Milyen árba megy a... Ja, vaja, sziasztok! Földek hektárja. Végeztetek a disznó karámmal? Még nem. Nem. Jövő héten fejezzük be, reméljük. Igen. Lesz még egy pár sérülés. Milyen árba megy a földnek hektárja? Itt nálunk? Olyan 2,5 milliótól 5 millióig. Na? Van ilyen. Kérdezzetek bátran. Még egy fél órát tudok lenni, azt utána mennem kell. Várjál, mert én meg jó. Ha kombányt fogtok cserélni, mibe fogtok gondolkodni? Klassz. Hát John Deere-ba biztos nem. Klassz. Hadd mondjak valamit erre, hagyd válaszoljak. Ha több lenne a kukorica, mint a gabona, akkor John Deere-ba gondolkodnák kombányba, de így nem, mert nekem a John Deere-nek a baráti körbe lévő John Deere kombányosoknak a tulajdonosai elmondásai alapján a John Deere-nek a fogyasztása nekem személy szerint nem kedvező. Milán, látom az üzenetedet, csak valamilyen nem akarja megnyitni, de próbálkozom. Én jövőre tervezek földet bérelni, milyen árak vannak most? Hát, elszomorító árak igazából vannak. Erre nem válaszolnák inkább, mert saját magam alatt vágnám a fát. De elszomorító. Van, aki ingyen odaadja. Van, aki egyre többet kér érte. Általában azok a földek, amikért sokat kér a gazda, ott hamar cserélődnek a bérlők. Valaki írta, igen? Hogy Varga Balázs, hogy nálunk nemrég adtak el 200 hektárt 100 millióért. Még az, jó ár. Az nagyon jó ár. Csak az attól függ, hogy milyen volt a föld. Illés írja, csak a zöld. A többi reklámtraktor. Igen. Lehet, hogy összecsinálta magát a Messenger, mert nálam sem működik. Hát nem tudom, mi van. Úgyhogy nem tudom megnyitni, de próbálkozom. Majd meg fogjuk nyitni, mert láttam az írás sokat írt. Nem úgy, én a Milánnak nem bírok, de ha bele tudok menni, mert most jelenleg az engedélykérésbe vagy, hogy üzenetet szeretnél nekünk küldeni, Milán, és látlak, mert itt vagy, látod? Még, és nem, és hiába kattintok rá, nem csinál semmit. Hagyod a telefont. De majd, figyelj majd, hogyha végeztünk, akkor rád írunk, hogyha ha úgy van, és sikerül belemenni. Kéki András, jó választása, klassz. Kamilla, most vége az aratásnak, milyen videókat várhatunk tőletek, akik szeretünk nézni, egy Dominátor 80 és 105-ös tulajdonos házastárs. Állj! Dőj hátra. Dominátor 80-as. Volt olyanom. 6 hengeres Perkins motor, 3 sebességes váltó. Nem egy mai darab. De nem tudom, hogy nem-e láttam a videótokat, hogy most lett teljesen átfújva a gép. Mintha lett volna egy videó, lehet, hogy nem a tietek, de egy magyar srác beszélt róla, hogy most újította föl a 80-as Dominátort, hogy 105-ös volt az. Én a 80-as Dominátorral abban az időben, hát nem tudom hányban, annak még 105-ös fülkéje van.
105-ös fülkéje van, ez a kocka fülke van rajta. Ősz Zoltánnál van az én 80-as dominátorom, mindjárt elmondom nektek, hogy hol. Ha van itt valaki abból a faluból, akkor írjon rám, legyen szíves. Mindjárt mondom a település nevét. Milyen almás? Jó, almás? Nem, itt Duna újváros mellett. Milyen almás van? Rácalmás. Rácalmáson van a kombány. A másik, meg hogy milyen videókat láthattok, most már fogtok látni tárcsázós videókat. Vetés. Meg a vetés videót. De még lesz egy tárcsázós, mert a rokonomnak még nem lett a földje megcsinálva, és ugye most esett eső, jövő héten szerintem azt megcsináljuk és el is vessük. Igen, úgyhogy lesz még. Na, megyek tovább. Megyünk tovább, hogy mindenki egy kicsit... Szia, Milán, ő megy. Dominátor 86, mi a véleményed? Szabad megkérdeznem, hogyha közelben van az a szép ledes traktor, megmutatja, kedves Niki. Most menjek ki, és mutassam meg a traktort. Hallgat, Péterhez szólok, most menjek ki. Szabad megkérdeznem, hogyha közelben van az a szép ledes traktor. Az a baj, elmondom neked, én kimegyek, sötét én van. Felkapcsolom a ledet neked, ha kell, de nem fogod látni, mert hogy a telefonnak a képernyő valami miatt összemosódik minden ilyenkor. Igen, meg vibrál, és igen. Nem tudjuk miért. De maga a led az szépen ég a gépen, tehát az nem vibrál, de ha most lefotózom neked, és elküldöm, de tudok neked róla képet küldeni, úgyhogy ég rajta, vagy... Nem tudom, hogy mi, lehet, hogy én rosszul értelmeztem. Na, gazda Dániel, Dominátor 86, mi a véleményetek? 3 évig volt 86-os Dominátorom. 6 tengeres Perkins motorral, szalmaszecskázóval, és már nem az a kúpos magtartályú volt, hanem mi a 106-osé, ugyanolyan tartály volt rajta. Nem tudok rá rosszat mondani. Tóth Vince írta, nem... Stiumi Tamás videójára gondolsz, ami a saját csatornájára, vagy az Axiál csatornájára tette fel ezt a 80... Nem tudom, hogy a nevét, de tudom, hogy egy szépen zöldre le volt fújva, most vagy 105-ös dominátor volt, vagy 80-as dominátor, nem akarok azon, mert kombányok engem is érdekelnek, nagyon esténként szoktam őket nézni. József, nálunk a hízó... itt mi felénk 900 000 forint, igen. 900 és 1000 forint környékén megy jelenleg, aztán nem tudni merre fele változik. Sziasztok, tudom, hogy a föld érték, de ilyen árak mellett sokára hozza ki az árát. Hát az biztos. Ebben igazad van. Ez így van. Milán írt még, már kikapcsoltam a telefont, Milán, most újraindítottam. Nem arra gondolok, hát, ha észhez ajándékba kapott Attila. Hogy nem arra gondolok, amit ajándékba kapott Attila. Ja, hogy ezt szereted le. Jó, ja, megmutatom. Kapcsold le a villanyt. És le is kapcsolom a villanyt. Mit szóltok hozzá? Szakdalomnak. Mindjárt megmutassuk. Ezt elrakom. Lehet, hogy Anikó és Sándor is itt van és nézi a videót. Lekapcsolom nektek. De lehet, hogy a tévét is le kell akkor, nem? Hát... Várjatok. Hol tudom megfordítani a képet? Itt. Na, ilyen. John Deere-os. És akkor van zöldbe. Ilyen lilába. Vagy kékbe, bocsánat. Ott a telefonom kérni. Sárgába. Lila. Ilyen. Fájl fogadva. Lilába. Kékbe. Megint. Ez ilyen fehér. John Deere. Igen. És van olyan, hogy ilyen szépen lassan váltja a színét. Éjszaka szoktuk hagyni, hogy világítson. Igen. Magától ki is kapcsol. Alulra meg oda van, hogy John Deere. Igen, nézzétek meg. Harder. Ezt egy követőntől, de ő velük már találkoztunk személyesen is. Látjátok, milyen szép. Igaz, anya? Igen.
gyönyör, az bele van karcolva. Hát ez gravírozva van szerintem. Kicsit felém. Jó. Ja, bocsánat. Csak ezzel felkapcsolom a villany! Remélem, hogy Péternek most így kicsit tudtunk. Hát, ha jó, jó. Ne, elnézést kérek. Nincsen semmi baj. Nincsen. Ebben a 86-ban 6 hek Merci motor van. A legjobb. Igen, OM352. Szerintem. Enyémben 6 hengeres pörkész volt, az is nagyon jó volt, de a Merci motor az Merci motor, nincs mese. Na, megpróbálkozunk Milán, jó? Mert most bekapcsol. Vegyét, milyen? Polt Ferenc. Vegyétek traktor. Vegyetek traktor? Vagy most ezt nem tudjuk. Tamás Kovács, ezt most nem értjük. Anikó, itt vagyunk. Hello, sziasztok! Hello, sziasztok! Na, Péter, nagyon szépen köszöni, nagyon tetszik neki. Nekünk is. Akitől ezt kaptuk, ugye azt már mondtam az előbb, hogy ővelük már személyesen is találkoztunk, Anikóval és Sándorral. Milán, sikerült! Anya még ütögetti a telefont. Persze, én mindenre. Persze. Na. Jó. Ez az, mert Milán írt, hogy ez az. Jó, van, sikerült. Mehetünk tovább. Na, most nincsen írásunk. Nincs? Ja, de. Hogy vagytok? Mi veletek, mit dolgoztatok ma? Hát, hogy mit dolgoztunk ma? Én egész nap takarítottam. Beszabadultam végre a lakásba, és takarítottam. Attila darált, akkor a gyerek után ment, mert vigyik. Esett az eső, vittem a ruhát utána, mert nem voltak. Nálunk itt a falu közepén van egy tó. De nagyon szép tó, és ott pergettek a szomszéd kisfiúval, és fogtak 3 vagy 4 csukát, de mondtam nekik, pecázhattok, foghattok halat, de a halat vissza kell engedni a vízbe. Nem hozunk haza halat, mert én biztos, hogy nem fogom megpucolni, meg nem is szeretem meg, a halat. Meg visszaengedik, és akkor kész, majd lesz, majd jövőre megint kifogják, azt visszaengedik. Akkor már még nagyobb lesz. Na, akkor ott biztos. Volt valami traktoros. Igen, várjatok ezt egy kicsit lejjebb vissza. Apa. 35 éve dolgozom K453-as bálázóval, te mennyit hajtottak, mi ez? Te mennyit hajtották? Ó, várjatok! Mennyit hajtottak a tiedét? Ennyi év után már csukott szemmel is megjavítom. Nekünk K54-es bálázónk volt. Én 93-ba kezdtük 453-assal, egész 2000-ig. Utána 2000-től K454-es B bálázó volt. De nekem volt egy olyan bálázom, amiben 5000 bála volt, és most nem túl régen adtam el. Váltottunk Klassz Markantra. Hát párszor szétszedtem darabokra, 453-as is, meg a 454-es is. Prést görgöztem, kötöző szerkezet, kötöző tű. A kutya fej, a mindenit. Szóval én gyerekkoromban ott töltöttem a szünidőmet a bálázó hátulján, néztem, hogy köt, úgyhogy ha becsukott szemmel megkérdezi valaki, hogy kell a bálázónak, melyik részének, hogy kell működni, én azt még most is tudom. Tehát pár napot, nagyon sok üzemórát eltöltöttem ott hátul a bálázón a porba. A csatorna nevét nem tervezek átírni Csőke Farmra. Nagy a John Deere. Cserélnétek, mi jönne helyette? Ha a John Deere-t lecserélném? Hát őszinte leszek, nem nagyon akarom lecserélni. De, én már tudom. Olyan rugózott hídra. Igen, mert pattagunk mint kecsesz. Nem ragaszkodom a rugózott híthoz, de John Deere-ral meg vagyunk elégedve, még akkor is, hogyha egy picit soknak tűnik a fogyasztása, de viszont a teljesítményhez képest nem túl sok. Nem. De próbálnák egy Steyert is, csak olyan óckodva. Tehát egyelőre zöld-sárga marad, mint ahogy szoktál mondani az egyik barátom. Ez nem reklámtraktor, de nem akarom utánozni őt. De jó, magyar traktor lett volna. Miért? Miért tartjátok jobbnak a John Deere-t,
mond a Fendet. Mind a Fendet. Nem tartjuk jobbnak. Fendet egyszerűen olyan horrorisztikus áron adnak, hogy egyszerűen úgymond a mi zsebünknek az elérhetetlen. Inkább úgy mondanám, egy jól mondja Fendet. Anya, igaza van anyának, de ha eladnám a két John Deere, tudnák venni egy használt Fendet. Nyilván a Fendet én egy picit talán a váltója miatt jobbnak tartom, mint a John Deere-t, de nem akarok venni 8-10 ezer, vagy 7-8-10 ezer üzemórás Fendet. Mert azt tuti, hogy nálam kell váltót javítani, vagy motort, vagy bármit. Hát ez a két traktor, ami most van nekem, ennek se motorikusan, se váltóügyileg, se, semmilyen olyan problémája nincs, ami miatt meg kéne tőle válnom. Hát javítani kéne. Láttátok, hogy amikor annak a nagy gazdának arattunk, hogy egy fent traktor hordta a szemet el tőlünk. 7-16-os volt. És én beültem abba a fentbe. Mert ugye éjszaka mentek az egyik földet megnézni, hát ugye nagyon halka a fentben. Nem, ugyanazon a földön voltunk, csak mi beszélgettünk, és te már villogtál, hogy tele van a tartály, és akkor mondta a srác, hogy gyere, akkor oda megyünk, és akkor beültem. A gyerekek, mintha űrhajóba ültem volna. Na ezért nem kellene, ha milyen. Hangját azt nem is hallottam, kényelmes volt. Jaj, nagyon jó. Tehát a jóhoz mi is nagyon hamar hozzá tudunk szokni. Hát igen. De nem annyira akarunk. Ezt, ahogy a Jani barátunk mondaná, ez egy organizmus volt. Igen. Szóval az a helyzet, hogy annyira elektronika van ezekben az új fendekben, igen, én attól, hogy akinek én arattam, ő is azt mondta, hogy ő maximum 5-6 éves koráig tartja meg, és utána eladja. Utána már nem akar vele foglalkozni, mert így is 50 millió forint plusz áfa volt, amikor ő ezt hozta újonnan, és ő úgy csinálja, hogy tartsa 5 évig, akkor még a 40, 42, 43, mert ugye annyit inflálódik a pénz, hogy annyival följebb ennek a gép ára, hogy szinte majdnem a nettó árát megkapja a gépnek, amikor beadja az újba. És ugye áfát nyilván visszaigényli, és így megéri neki lecserélni. Persze 180 hektáron gazdálkodik ő összesen, 180 vagy 200, most teljesen mindegy, de nagyon jó a Fend, tehát nekem is tetszik, de igazából én nem mernék úgy egyből belevágni ezután a John Deere után Fendbe, mert a szerviz költsége, amikor kérdeztem a srácot, azt mondta, hogy a szerviz az olyan 1.200.000 forint volt az első szerviz. De csak a szerviz, azért már lassan személyautót is lehet kapni, és ez némeg csak egy szerviz. Személyautót? Na, szóval... Na, bocs, Dorina... Bocs, hogy visszajöttem, de nem kaptam semmit. Mónika, vajon... De az mit jelent, hogy nem kapott semmit? Hú, ezt fejtsd ki bővebben, légy szíves. Hát Milán, én visszaküldtem neked, hogy szia. Nézd meg, én írtam neked. Igen. Visszaírt, hogy szia. Öcsi, írja hozzád a légycsapot, ha szépen megkérlek. Nézd meg, most már elméletileg már teljesen ismerősök vagyunk a Facebookon is. Velem vagy csak ismerős. De van wifi-nk. Vagy nincs, hát arról megy a telefon is. Nyitva hagytam ma az ajtót, gyerekek, a szúnyogáról. Mindjárt lecsapkodom, én öcsi, ide hozza nekem. Bejött a légy. Bődöcs Tibor barátja, hogy mondja másképp, strandolni volna jó, tombón jó. Ezt nem ismerjük, de biztos jó. Ez jó. Ezt nem ismerjük, de biztos jó. Nem adok 5 évet, Niki, egyik géppel Ati, másik géppel fog egyszerre dolgozni. Amúgy... Hogy érti ezt? Én akartam... Jó, hogy az öcsi? Nem. Én, hogy... Nem, mi egyszerre megyünk, ketten megyünk egy traktorra. Igen, de amikor úgy volt, hogyha... Vagyis én úgy gondoltam, az egyik földnél mondom, hogy lehet, hogy kombinátorozni is kéne. Akkor már mondom Attilának, hogy én megyek a kicsivel a kombinátorra. Nem kell annak 5 év szerintem. Tavasszal is már merne vele menni. Csak ugye itt van az autópálya, aztán nem nagyon akar ő átmenni az úton, mert így is úgy volt, hogy tavaly kihozta a nagy traktort póttal. Én meg mentem a kombányra, és akkor segítettem neki átmenni az úton, mert ugye elindulásnál más azért pótkocsi van megrakva elindulni, mint üresen. Aztán mondta, hogy azt nem minél, mert átviszem inkább a gépet, mint hogy baj legyen. Hát így van. Jó. Az
Autóquattól, meg az Autopowertől jobbától van kell John Deere, tökéletes, konstrukció 20-as széria. Így van. Mi szeretjük a 66-20-ast. Mi a címe annak a videónak a fendesnek? Aratás. Aratásba nézzél vissza. Azt hiszem, hogy első nap 13 hektár árpa. Azt hiszem az. Ott van a fend, de több videóban is benne van aratásnál a fend. Van egy 7-16-os, meg egy 9-36-os varió. Én kipróbáltam egyet, egy bálaszállító pótkocsival, 18 Big Bag zsák volt rajta, ez a nagyobbik fajta megrakva kukoricával, amikor arattam. Hát gyerekek, egész kellemesen indult a fend avval a súlya. Mindjárt mondom neked, Milán, jó? Egy pillanat, és akkor amiben a... Mondom, mindjárt megkeresi, de közben pörgítsd vissza nekem a hízet, és akkor el tudom olvasni, ha valaki. Mindjárt. Jó estét, Attila és Niki. Jó estét, Szászi Balázs. Szia. Attila, milyen műszaki iskolát végeztél? Semmilyen, 8 általános. Nem, 8 általános. Műszaki iskola, az kim volt a barázda szélén. Ott tanultam meg mindent. De anya megmondja, hogy, és ugye árpa-aratás második rész úgy indul. Van olyan, hogy árpa-aratás első nap 13 hektár, ezt így találod meg. Akkor van árpa-aratás második rész, igen. A nehezen induló nap. Amikor elakadtunk. Igen, akkor akadtunk el. Nem, majd mindjárt mondom akkor. Úgyhogy árpa-aratás első nap. Csőke családi gazdaságot üss be, és akkor ott meg fogod találni. Nem végeztem műszaki iskolát. Általános iskolás korom után fölvettek autószerelőnek, de azt kiosztották a földeket, azt így nem mentem tovább tanulni. Elkezdtem a földet csinálni, azóta én ezt csinálom. Nem bántam meg, de sok mindent megtanultam a szerelésbe. Nagyon sok mindent. Tehát én már szedtem szét. Azt hiszem, nem ezen az asztalon szedtem szét. Nem. Volt egy Mercim, 270-es CDI Merci motornak a magas nyomású szivattyúját egy tálcán szétszedtem itthon a nappaliba, anya rá az érő tanú. Az utolsó csavarig. Mert azt mondták nekem, hogy fú, ezt be kell vinni padra, ilyen nyomás, olyan nyomás, ilyen szerepek, olyan szerepek. Na, én kibeleztem itthon a tálcán egy rongyon a magas nyomású szivattyút. Igen, öcsi fogta a csukát ma. Ez a mai kép. Néma oda, de kötözködik a legyecske. Szétszedtem darabokra, összeraktam, és avval, talán még a mai napig is avval megy a Merci. Igen. Tehát nem kell 600 000 padra vinni. Meg én szétszedtem a Merci motort is itt az udvarba. Úgyhogy nagyon sok mindent megcsináltam már. De hát... Mi a véleményed a Klassz traktorról? Abban John Deere motor van némelyikben, úgy tudom. Nem ültem még Klassz traktorba, nem tudok róla véleményt mondani, mert nincs tapasztalat. Tehát most okoskodhatnák, hogy ilyen szar, meg ilyen jó, de még életemben nem ültem Klassz traktorba, hogy annyit hallottam róla, egy ismerősömnek van, nem is tudom hányas, 150 lovas, azt hiszem. Ha jól tudom, John Deere motor van benne, nem panaszkodott még nagyon rá, hogy rossz lenne. De drága bele az ülés. Jó, hát most az ülési javítás, persze egy olyan cég jött ki, aki forgalmazta. Számolják az ide-oda utat, az alkatrész, minden, persze, hogy belekerül pár százezer forintba egy ülési javítás. Jó. Balázsnak öröm nézni a videót, azt írja. Nektek tök jó lenne egy 6230-as, meg egy 6630-as John Deere, csak újabb, de még megbízható, azaz RS-t. Az RS-t azért nem mondanám, mert drágák lennének a fenntartásai. Ezért nincs nekünk olyan traktorunk. Tehát ennél a John Deere-nál mindent én szervizelek. Tehát a motorolajtól, a váltóolajtól kezdve mindent én csinálok. Szűrőcsere, olajcsere, váltóolajcsere, mindent. Első hídba az olajokat én cserélem. Na, megveszem hozzá a Highgard olajat, motorba is a John Deere olajat, és kicserégetem.
1000 üzemórán, 1000 vagy 1500 üzemóránként a hátuljába, 200 vagy 250 üzemóránként meg a motorba. Szűrőket meg ugye, amikor nyilván olyan már akkor szoktam cserélni. De azt hiszem olajcserénél szoktam cserélni azokat. A olajcserénél biztos, hogy cserélem a szűrőket. Az új Barázda TS-be tanult. Hát, őszinte leszek, nem merem hozzá hasonlítani a TS munkához az én munkámat, mert hát nekem már mondta TS traktoros, hogy hogy mondjam nektek. Tehát én nem tudok úgy dolgozni, mint egy TS traktoros, hogy ahogy esik, úgy puffan, finoman fogalmazva. De tisztelet a kivételnek, mert ott is voltak olyan traktorosok, akik nagyon szépen dolgoztak. De volt, aki kurvára nem érdekelt, hogy hol tett el az út közepén az ekét, azt úgy szántottát. Igen. Elkezdtétek a búzavetést? Már be is fejeztük a kritikálévetést. Búzát nem vetünk. Sziasztok, kicsit lemaradtam. Fent fog maradni a live. Fent marad, igen. Fent fog maradni a live, hogy meg tudjátok nézni. Igen. Ha szeretnétek, fönn marad. Igen, 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 fent fog maradni. A klassz meg a fendet azért nem tartom jó gépnek, mert nem saját motorral mennek, illetve azok úgy adják meg, hogy amiket, amit leadhat lóerőt, a John Deere meg amit le is ad, plusz 30% intelligens EQ. Igen, hát ezt szeretjük tudom. A John Deere, tehát nekem ez a 125 lovas John Deere, ez Royal Flush, olyan értelemben, hogy pont minden szerszámon vegan, mert jó hozzá. Nem nagyon kell RS 150 vagy 175-ös John Deere, mert nincs 400 hektár föld, vagy 300, amit csinálni kéne. Ezt fölöslegesnek tartanám egy 150 lóerős traktorral rencsodrozni, vagy kaszálni, mert amikor 85 lóerős John Deere-re is ugyanúgy elviszem a 265-ös kaszát, elvinni a 320-asat is simán, akkor amikor vettem, 265-ös volt ott eladó, megtetszett, megvettem, ezért van 265-ös kasza utána, de szerintem a 320-asat is simán vinni a kicsi 6110-es. Például 180 lovas gépek, akár 180-at tudnak, a Johnny meg 180-at alapból tudja, plusz 30% plusz teljesítményt ad le, ha felmérgesíti magát. Hát bizony! Igen. Szeretnénk megköszönni a válaszotokat. Nagyon meg van szívesen. Köszönöm a gyerekek. Ez pénzben nem kerül senkinek. Fentben Deutz motor van? Lehet, nem tudom, de a Deutz motor se rossz, mert nekem volt Deutz kombányom, és nagyon jó volt a motor. A kis John Deere-unkban, a rakodósban, mennyi üzemóra van a kis abban 10.300 üzemóra van, igen. És még van benne akarat? Olajcserétől olajcseréig elmegy, úgyhogy egy gramm olaj nem fogy, váltó, hajtás, minden. Ez a traktor nem talajmunkázott soha, és nálam se talajmunkázik, látjátok. Nálam a bálázó, rencsodró, kasza, mit csinálok még vele? Még a vetést se csinálom vele, mert a Amazon a D9-esbe 10 más a vetőmagot belerakok. Magasítósa a vetőgépé. Felemelni, el is vinni a kicsi, mert rajta van a rakodó, meg csúlyt is tudnák letenni. De minek kínozzam? Én azt hát mondom, itt a másik. Meg. Igaz, hogy az 6 hengeres, nem 4 hengeres. De vígan viszi. A nagy meg játszik vele. A kicsivel nem akarom kínozni a kicsit. Úgyhogy a kicsi az ilyen könnyű munkákra van. Mennyi üzemóra van? Igen, a Fendt meg a Klassz, Merci és... Milán kérdezi, hogy szerinted milyen ez a traktor? Jó ez a traktor? Hát MTZ traktor biztos jó. Mi az, övé vagy meg akarja venni? Nem tudom. Nem tudom. Figyelj, nekem is volt MTZ-m, nagyon sokáig hajtottam MTZ-t, nem voltak rosszak az MTZ-k. Szia, Edmund! Igen, ebbe beleszólnék, azt szeretném megnézni. 155-ös JD-m van, és 155 lóból nem adott le, csak 140-et. Hát, lehet. Igazából nem. Én nem mondtam, hogy plusz ennyi lóerő, meg annyi lóerő.
Én össze tudom hasonlítani a enyémet egy másikkal, nem tudom. Van olyan írásunk, hogy hallod, a Lidliben ma nem mertem köszönni. Hát ez a Gábor, nem tudjuk hova tenni, nem tudom melyikünket ismered, Attilát vagy engem, nem tudom. De én azt mondom neked, hogy nem harapunk, és... Szoktam, ha mérges vagyok valakire. De mondjuk én mondtam is Attilának, mert ugye írtál, hogy láttál minket, és hogy nagy bevásárlást csináltunk. Olyannyira nem volt nagy bevásárlás. Nem, annyira nem. De én mondtam is Attilának, basszus kucs, én úgymond én senki ismerős nem láttam. Úgyhogy én még mindig azt mondom, és már mondtam. Általában oda szoktak hozzánk jönni, beköszönni, hogy sziasztok, ismerünk titeket. Nyugodtan oda jöhettek, mert ugye ti tudtok minket hova tenni. Igen. De én mondjuk nem ebbe a pólóba voltam. De ebbe a pólóba voltam. De ugyan, nem, ez másik. Ugyanilyen pólóba voltam, mert ugye ebből nem egy darab van, hanem több. Most ezt vettem föl, hogy... Igen, mert csőkefarmosban voltál, azt tudom. Csőkefarmos pólóba voltam, meg ugye nekünk az autón is rajta van. Nyugodtan oda jöhettek, nem fogunk harapni. Mondjuk... Nem kell kifizetni a kosárba, ami van. De nem is engedném. Mondjuk annyi, hogy beszélgettünk volna. Nem harapunk. Mondjuk én, ha így megismertél, mondjuk nem tudom, melyikünket ismerted meg, mert szerintem Attila pólóját ismerheted meg, mert én egy igen leharcolt ruhába voltam. Nem, én nem... Annyira nem volt leharcolt, de... Nem, pedig nem. Egy nagyon itthoni ruhába voltam. Majd este lesz leharcolt a ruhád. Jó, na, mindegy. Úgyhogy Gábor, nem tudunk téged hova tenni. Már ezt tudjuk, hogy haraszti lakos vagy. Hát én ezt, hogy mondjam neked? Én nem tudom. Nem biztos, hogy másképp mondanám. Tehát itt bejelentkezhet. Én adom az... figyelj engem most, hogy mit mondok. Én adom az arcom és a nevem. Tehát ha valakinek nincs a profilképe mellett kép, és nincs kiírva teljes neve, és nem úgy írogat messengeren, mint ahogy illő vagy illő lenne, akkor azt úgyis le fogom tiltani. Tehát én adom az arcomat ahhoz, ami én vagyok. Vannak itt emberek, ne értsük félre, senkit nem akarok megbántani, bejelentkezik XY névvel, amit nem tudsz összerakni, és akkor itt és itt lakok, bárki lehet bárhol. Félni nem félek senkitől, mert ugye nincs ellenségem, nem érzem, hogy lenne, de nekem furcsa, hogy... De mindegy, nem tudjuk a Gábort hova rakni. Igen. Úgyhogy... De ha egyszer lát minket valahol, akkor nyugodtan jöjjön oda, hogy sziasztok, én vagyok Gábor, akit nem tudtatok hova rakni. Akkor rögtön foglak tudni hova rakni. Elhiheted. Jaj, nem bent. Nem úgy. Nem hát harap. Akkor fogom tudni, hogy ki van. Úgy értem. Na, hallgat Péter, Attila kombányban Mercedes motorban. Igen. Egy 906. Igen, komorél. Komorél, magas nyomású, igen. Motor van benne, egy... 906 LA motor. Igen. Vagy 185, vagy 220 lovas. Ne kérdezz meg, mert nem tudom megmondani most. Milyen csatorna most dobta be? Edmond, mi a Csőke családi gazdaság vagyunk, mint Csőke Farm, és mezőgazdasággal foglalkozunk. Ki az Edmond? Arról csinálunk videókat. Most... nyár elején kezdtük el, és attól függetlenül eddig nagyon jól haladunk, mert már több mint 2040 vagy 50-en vagyunk. Úgyhogy, ha érdekel, akkor maradj velünk, keressél ránk, mint Csőke családi gazdaság. Iratkozz fel, ha nem, ha tetszik, akkor is, ha nem, akkor is. Igen, sokat beszélgetünk munka közben, sokat hűlünk. Úgyhogy lehet, hogy lesz olyan videó, ami mondjuk unalmas lesz számodra, lehet, hogy lesz, ami a hasadat fogod fogni a nevetéstől. Lesz egy olyan videó, amikor vetek, és akkor nem is tudom, miről beszéltünk, és akkor mondtam, hogy emlékszel erre? Már nem tudom, miről volt. Ja, a disznó, mert... Ja, igen, mert most már nem kellett a rokonomnak át a mögöttünk lévő tanyára herélni malacot, nem én, hanem átoros herélte,
És ugye nekem is, amikor kiérjétik a malacokat, akkor addig fogdostam a malacokat meg, hogy a két hátsó lábánál, amikor herélt a doki, hogy kirázták a vesekövemet, aztán egy hétig feküdnöm kellett. Úgyhogy, ja, volt ilyen is. Illés, a motor váltó, vagyis a gép be volt állva, vagy... Állít, a gép be volt állítva, vagy hangolva? Ja, ezt Illés írt valamit előtte? Nem, te mondtad, nem, bátya. Te mondtad, bátya. Ezt nekem írja? Vagy nekem mondja? Most összezavarodtam, nem vagyok képbe, gyerekek. Na, várjatok. Ha felülök, ebből keménység lesz. Hú! Na. Ja, Istenem, várjatok, mert így akkor már följebb kell vinni. Nem kell feljebb. Mert nagyon közel jöttünk már. Igen? Majd adok egy számot valahol. Én is jövök. Illés és Illés, aki elmondja neked, hogy mit csinálj vele, hogy 155-ös 180-at is tudjon. Aha, tehát Illésnek majd adnak egy számot. Az én éves kóla mennyisége vettétek. Már azt is tudod, hogy mennyi kólát vettünk? Meg tudom én azt, hogy hol álltál a sorba Lidlibe. Holnap a videókamerát visszanézhetem. Jó, van, csak hülyeskedek. Akkor ez az Illés nem fiatal srác. Mert én láttam ott egy emberkét. Na mindegy. De most... milyen Illésről beszélsz? Vagy bocsánat, Gábor. Gábor. Éles kóla mennyiség. Jaja, rengeteg ember van, aki kép név nélkül okoskodik, mindenhol, pláne YouTube-on meg TikTokon. Én nem konkrétan céloztam emberekre, én úgy gondolom, hogy úgy a fair, hogy ahogy én csinálom, belenézek ide a kukucsba, néz, kukucsba, ide a kukucsba, én vagyok a Csőke Attila taksonyból. Na. Na. Izé. Tehát én felmerem vállalni az arcom, még a minisztériumba is, ha kell. Edmond írja, Gábor, Gábor a fodrász a szomszédotokból. Szomszédokból. Régen, lehet. Régen a szomszédokból volt Gábor. Igen, fodrász. De akkor ő már fodrász volt, akkor már görbebottal járna szerintem, olyan régen voltak a szomszédok. Köszönöm, csak ennyi, amire kíváncsi voltam, akkor nem sok eltérés van egy kamionhoz képest. Akkor hallgat, Péter kamionozik el eredetileg akkor? Nyugodtan, bármikor. Tehát akkor úgy mondanám, ha valaki mezőgazdasági gépet szeretne venni, és nem biztos abba, amit szeretne venni, vagy nem ért annyira hozzá, és megkérdez engem, és én esetleg tudok neki segíteni, ami nem biztos, mert ugye olyanban nem tudok segíteni, mihez nem láttam még olyat, hogy nem értek hozzá, akkor... nem tudok segíteni, de ha már volt olyan gépem, vagy ismerőség körömben van, utána tudok érdeklődni, hogy milyen az a gép. De hozzáteszem, ha John Deere-t vesztek, akkor besétáltok egy kitéhez, és az alvásszám alapján a kitének meg kell mondania, hogy mit cseréltek a gépen. Remélem ezt tudjátok. Ugyanúgy a személyautónál is vesztek egy XY márkájú autót, apá. És hogyha azt az autót szervizbe szervizeltették, annak a szerviznek meg kell mondani, hogy az, mit cseréltek az autó. Remélem ezt tudjátok. Ha már nem kapsz róla infót, akkor szerintem hanyagoljad a vásárlást. Na, megyünk tovább. Köszönöm a választ, Edmond írta, feliratkoztam. Jól tetted? Na Gábor, Gábor, na jó, legközelebb, Isten az atyám, legközelebb felbátorodom, Ati csípem, innen ismertelek csak titeket. Honnan? Innen? Hát rólad. Na. Nem baj. De nyugodtan oda nyugodtan! Volna. Nyugodtan! Ugyanolyan emberek vagyunk, mint ti. Sőt, lehet, hogy még sokkal kisebbek is, mint ti. Hát nem tudhatjuk. Szia Balázs! Új traktor volt. A Szabit Kft. Megcsinálta. Illés már írja. És így van, így már 175 lő körül van. Illésnek bivalja van. Ő már mutatta nekem munka közben is, hogy van benne akarat. Így van. Kukorica mennyi lett? Kukorica mennyi lett? 1,2 hektár környékére satszolom, de nem akarok nektek hazudni. Legyen másfél hektár, legyen másfél hektár, olyan 110-120 mázsa körül lett.
Az idegkor olyan 30 mázsát hoztunk be egy kanyarból. Most tettem, de már hány kanyar volt, anya? 210-ben tettem. Hány kanyar volt az idegkóban? 4. 3x4, 12. A 120 mázsa kukorica. Hát várjál, te hoztál haza egyet a tartályba. Most egy, az egy-két Big Mac zsák, 120 mázsa körül meg kell, hogy legyen. Igen. Na, megyünk tovább. Bizony. Ha már szomszédok, Gábor, hát nem akarom elvinni. Ha már szomszédok, a Gábor fényképész volt. Magenheimné Júlia volt a kozmetikus, így az van. Elején meg Bajor Imre a fodrász. Gyerekek, én arra emlékszek. Én még ehhez még nagyon fiatal voltam akkor. Igen. Lakótelepen, amikor indult a szomszédok, és akkor úgy indult a műsor, hogy a lakótelepet vette a kamera. Én emlékszem, hát ugye én nagyon sok mindent mesélek anyának, mert ugye ő fiatalabb, mint én, és akkor csak néz, hogy... 13-mal! Tényleg így volt régen? Tényleg így volt régen? Én még abban a békebeli korszakban voltam gyerek. Ne vegyétek nagyképűségnek, de megmondom őszintén, hogy örülök neki, hogy akkor voltam gyerek, nem most vagyok, mert erre a telefonra, meg a laptopra erre nagyon tudok haragudni. Olasz vágos nem lesz közvetítve? Lesz. Azt hiszem, József Balázstól már egyszer kérdeztem, mikor mentünk ki Horvátországba, és azt hiszem, azt mondta, hogy Balázs a keresztneve. Lesz. December 16-án megyünk egy jó kis disznótorra Jani barátunkhoz. Én csak 35 éves vagyok. Na tessék, ez egy... állj! Ez egy jó korosztály! Ez egy belállalás csávó! Megírta, hogy hány éves? Ki van írva a neve? Igaz, hogy profilképed nincs, lehet, hogy 76 vagy, ne és félre nem megbántani akarlak, de legalább kiírtad a neved. Meg a korodat. Ez ilyet szeretem, csípem, amikor megmondja a tutit a csávó, nem kertel. Vágási Feri volt a Batman. Akkor az a disznótor, mikor? Mi a véleményed az AdBlue-s John Deere-okról? Mystery Benny. Mi a véleményed az AdBlue-s John Deere-ról? Az új AdBlue-s. Minél újabb, annál szarabb. Nálunk AdBlue-s traktor nem lesz az udvarba, az elkövetkezendő 10-15 évben azt... Jó, itt most kimerem jelenteni, hogy biztos, hogy nem fogtok a videóban látni AdBlue-s traktort. Tehát itt nem lesz. Gábor írja. Gábor, mondaná, szívem egyetlen királynője. Hát, ez most a szomszédokban volt? Hát biztos. De ez a Gábor szerintem... nem tudom. Nem tudom hova tenni, de... Na, Balázs József, 46 vagyok. Tessék. Végén figyeljétek meg, mire végén lesz a live-nak. Mindenki kiírja, hány éves. Van az Attilának egy bátyja, hát sajnos nem beszélnek. Van egy bátyám, igen. Lehet, hogy pont nézi a videót, ezt a live-ot, innen is üdvözlöm, de feküdjön lefele, ha már holnap nem kell menni dolgozni, mert ő ugye reggel korán kezd. Úgyhogy igen, nem, hogy mondjam nektek, nem vesztünk össze, nem volt veszekedés, semmi, egyik napról a másikra nem köszönt a bátyám. Én nem mentem oda hozzá megkérdezni, hogy miért nem köszön. Mióta meghaltak a szüleink, azóta igazából 2020 óta. 2021 óta. 22 óta nem beszélek vele? 21. 21 óta nem beszélünk. De nem vagyunk úgy haragba. Tehát nem volt vita köztünk egy szó se. Széchenyi lakótelepen játszódott a szomszédok. Hogy ti miket tudtok? Várj egy picit. Azért nincs profiképen, mert a régi YouTube fiókom le lett tiltva, és nem tudok reklamálni. Aha. Igen, a szomszédokban volt a mondás, igen. Amit a Gábor írt. Igen. Attila, bejelöltelek Facebookon. Nemrég köszönöm. Megvagy. Várja, de mikor? Igen. És a Facebookon van profilképed? Na, ha nincs profilképed a Facebookon, Attila biztosan fogadta el a ajánlás, vagy csak... Sőt, őszinte leszek, és nem nagyképűség mondom, azokat az embereket szelektálni fogom, akik, de ez megint nagyképű duma, de nem annak szállom gyereket. Tehát Isten lássa lelkemet. Tehát akik normálisan írnak, és normálisan lehet velük beszélgetni, emberi módon, inkább így mondanám, azokkal nagyon szívesen beszélgetek így,
De akik nem tudnak úgy írogatni normálisan, és nincs profilképük se, azokkal nem biztos, hogy akarok beszélgetni. Nem azért, mert hogy én akármire is tartanám magam, vagy bármi, de hogy mondjam neked? Vagy nektek, bocsánat. Most várjál, Gábor Gábornak... Bejöltelek Facebookon. Valószínűleg lehet a fiamat jelölted be, mert ő is csak... Na, megnéztem. Jó. Na most akkor... a régi fiúkodat. Most várjál, nektek még megint megmutatom, mert ugye az a baj, hogy nem... Nagyon sokan nem tudják. Bocs. Ezen a profilképen vagyunk fönt. Csőke Attila, Csőke Attiláné néven. Jó, tehát ezt a profilt keressétek, így jelöljetek, hogyha szeretnétek jelölni, a másik, vagy írni. Akkor mert a másik két profilja Attilának nem létezik, csak nem tudjuk a jelszavát, így nem tudunk belépni. Igen. Úgyhogy Gábor, ha bejelöltél, és nem ezre a képre jelölt, vagy nem ezt a... Messenger-t vagy Facebookot jelölted be, akkor nem fogjuk látni. Lassan, amúgy a Facebook... Hallgat, Péter, 36 éves. Igen. Na, az jó. De látod, ki van írva a neve, ott a profilképe. Igen. Azért most nem bántani akarom a hallgat, Péter. 87-es évjárat. Na, tehát ne értsétek félre, de felvállalja az arcát, van neki neve, kiírta... Én nem kérdezem soha senkit, hogy hány éves, meg hogy mikor van a születésnapja, tehát ne értsétek félre, de... Ez a minimum, amikor én adom az arcom, hogy úgy beszélgetünk, hogy én is lássam, hogy kivel beszélgetek. Tehát... Szászi Balázs, amúgy a Face feldobott titeket ajánlott ismerősnek, csak nem jelöltelek be. Ez a te döntésed, hogy bejelölsz vagy nem. Ha nem jelölsz be, akkor se haragszunk, mert ugyanúgy fogunk veled beszélgetni. Így tehát van. Mi nem gyűjtjük az ismerősöket. Azt mondja, Guba Laci. Neki milyen márkájú tápot használtok a malacoknál? Vitafortos, intenzív malactápot adunk neki. Így van, tehát amikor 3 hetes korban kezdem el az anya, tehát a szopisztatás mellett adni nekik egy külön kis helyen a malactápot, és utána választás után kapnak 2 zsák malactápot még, amit ahol az utolsó zsáknak ugye a felét elkezdem higítani ugye a sima darával, és mire elfogy az a fél zsák malactáp, addigra már megszokták a sima darát. Varga Balázs 32, Norbert Albert, na jó, bemondom, én is 28 vagyok. Hát ez még a legjobb kor, gyerekek! Igen. Hát, én ezt a Gábor Gábort nem ismerem. Én sem. De igen. Nem ismerjük, de... Nagy László. Ő 18. Na tényleg meg tudjuk, hogy kinek a nevét. De nem kell kiírnatok, hogy hány évesek vagytok. De olyan aranyosak. Komolyan, de te írjátok ki. Hát sziasztok, nem azért... milyen művelési formát üztök, illetve mi a, üzzük. Mi a véleményetek a precíziós gazdálkodásra? Nagyon meg vagyunk vele elégedve. Majd halljátok a videóba. A videóban meghalljátok, most leütöm a pajzsot, most leütöm a... utálom. Szóval... Ezt a notilt, hát ezt imádjuk. A notil művelés. Én azt mondom, odáig vagy nem kérte meg vissza. Ennek szerintem mi még megisszuk a levét. Van egy olyan érzésem. Na, menjünk ez tovább. Igen. József, Varga József, 45. Azt mondja, szerintem te egy nyílt, egyenes ember vagy. Az.
Nem, mint én. Igen, Miklós, Átyim. Igen, mert Miklós. Én amikor elmondom nektek. Tudi Norbert, 39. Ha valakivel valami bajom volt, én oda mentem hozzá. K. Gábor. Saját házában elmondtam neki. Azt, amikor nem értette meg, akkor is megértette. Úgyhogy nem szoktam Dunaharaszti K. Igen. Igen, van képen persze. Láttam, nyakkendős kép. Láttam, majd visszajelöllek. De nyugodtan oda jöttél volna, tehát nem lett volna semmi. Nagyon sokan integetnek nekünk a kocsival, megállunk a piros lámpa. Mi? Hol van az autóval? Nem. Itt álltunk, mert mentünk át vetni. Ja, igen. És ugye hát itt az ügyen. Ugye nekem a John Deere-om föl van az első szélvédőben. Attila, két szarvasjel világít. És így keresztben csőkeform. Igen, tudjátok, amit majd fogok mutatni, hogy innen Attila, innen na, az égőtábla, innen a csőkefarm, elmondom csak ide nektek, hozzál. Elmondom nektek, kamionosok integetnek ám, hogy hello, csőkefarm. De nem tudjuk, hogy kicsoda. Hát mondom, ezt te ismerted, mert én ne. De olyan maradtosság. Jó, mutattam neki, szuper. Nem tudom, ki vagy. Amazon vetőgépről, ha segítség kell, szívesen segítek. Fűrész Killer Bandika. Rendben, köszönjük. Mennyire bonyolult egy kis klassz bálázó máshoz hasonlítva? Hát, ezt egy jó ember tudta nekünk megmondani. Ballangó Norbertnek hívják. Lehet, hogy ő is nézi a videót, igen. Ő viszont Szerbiába lakik, és nagyon csípem az embert, igen. Mert egy full egyenest, lehet, hogy nem haragszik meg rám egy parasztember, vagy egy gazdember, nem tudom, hogy mondjam. De ő, ahogy beszél, és nagyon ahogy mondja tetszik. A dolgokat. És ő neki van egy 65-ös markantja, és Attila kérdezte, hogy milyen. És őszintén elmondtam, csak ugye ott kint máshogy beszélnek, de én ezen egy kicsit mosolyogtam, hát, és nagyon tetszett, úgyhogy most utólag... És ha ő itt van, akkor írjon ide nyugodtan. Utólag is mondom, hogy ezért ne haragudjon meg, de így mondta, és ez nekem nagyon tetszett. Szoktuk is emlegetni az emberkét. Azt mondta a bálázóról. Ha jó, mondom neki, milyen a 65-ös markant? Azt mondta, ha jó, akkor jó. Ha nem jó, akkor szarik. És nekem nagyon na, aki tetszett. Ezt nem érti, az nem járt iskolába. Nagyon tetszett. Szóval... Imádom. Nagyon csípem a embert. József Slett. Sziasztok, 38 érsek család. Szabad a profilotokat ide másolnom? Azt csinálsz a profilunkkal, amit akarsz. Könnyebb lehetne a követőknek. Jó, tedd azt! Engedélyt adunk. Egy hízó, mire felnőtt 5 mázsát teszik meg. Hát, ha nem többet. Hát annyit megeszik. Szia Attila, MTZ82-es MTZ Turbo gyorsításáról. Mi a véleményed? Előre is köszönöm. Turbózásról hallottam, gyorsításról is. A egyik videóban fogod látni, amikor kukoricát aratjuk, oda jön egy kék MTZ, kis pótkocsival, egy kis utánfutóval, a szarrá van tuningolva, turbó, gyorsító, ilyen gumi, olyan gumi, 55-öt vagy 56-ot megy az MTZ. Nem, az már fönn van az a videó. A az már fönt van, jó. A kukoricaratás 13 hektár. Gézái az MTZ. Füst nélkül négy keréke elássa magát. Megkívántam a gumicukrot, gyerekek. Te is? Én is. Na szóval, kérdezzetek. Utána tovább. Mennem kell fürdeni. Vészen is ismerősök vagyunk, Norbana. Írtam is nektek múltkor, hogy nem megy a chat, élőben biztos tudjátok ki. Lehet. Jaj, sajtos Ármin, 13. Jaj, de... Cuki-muki vagy! Balázs Varga, vagy Varga Balázs, bejelöltem Attilát ismerősnek. Meg fogja nézni, és vissza fog jelölni. Terényi Péter, sziasztok! Szia! Iskolából emlékszek rád! Na, Illés és Épségben hazaért. Nem bálázunk csutkát. Mi nem... Én nem küzdködök. Egy az, hogy a bálászónak a rendfeszedőjét gajra verik. Úgyhogy
Nem éri meg nekem. Meg nekem föl volt töltve a kukorica, nem rendsodrózom meg ilyesmi. Mi nem akarunk, Gábor, celebek lenni. Növekvő feliratkozás ideje megszokni a celebséget. Nem fogunk megváltozni. Hogy az most, hogy növekvő feliratkozás ideje megszokni a celebséget? Nem. Forma egy... egy 2 liter fagyi, és egy tök jót tud rajta aludni. Igen. Ha van idő. Na Illés még egyszer beköszönt mindenkinek. Hallottatok a híres román... Igen. 650-es UTB-ről? Az jutról eszembe, amikor kint voltam Romániába. Mentem egy ilyen UTB 650-es után két pótkocsi csöves kukoricát húzott, azt nem láttam a füstbe a dombon fölfele tőle. Jó, Niki. Tényleg 13 vagyok, és traktorozzunk. Hoppá, 13 héten. Éves. Minden tiszteletem a tied. Örülök neki, hogy vannak még ilyen gyerekek, akik ezt csinálják. Ármin, és hol laktok? Majd, ha Taksonyban járok, szólok. Ja, Terényi Peti, jó? Kövesdi Máté 12. Hallod, öcsi? Olyan, annyi, mint te. Nekem két ember jut eszembe róla. Kiről? Ja, én már tudom. De miről? Illés azt mondta nekem, két ember jut eszembe róla. Az egyik én vagyok. Kupásék. És ha jót mondtam, akkor annyit írjál csak, hogy igen. Az UTB-ről. A kupásék. Ha jól mondom, akkor írd azt, hogy igen. Bátya tudja, igen. Igen. Ugye? Azért már. Mi a helyzet Anikó meg Sándor? Nem írtatok csak azt, hogy itt vagytok. Nézitek a live-ot? János, Illés, láttatok az új Zetort? Te láttál új Zetort? Én nem. Láttam egy fülke nélkül. Láttam, de igazából a Zetor valahogy nem nőtt a szívemhez. Figyelj, ne hajlogunk érte. Együk így. Ezt a hat után nem szoktam menni. De ennek milyen gumíze a szaga? Disznózsi. Lidlis gumicukor. Gábor ilyet is vett. Nem igaz, hogy ezt nem láttad. Pedig a pénztárba vettük el. A gyerek akart meg gumicukrot. Halloween óta. Melyik? Mindkettő. Én vagy ő? Ja, de is nekem. Igen. Nekem nagyon hiányzik a gumicukor. Nézd, látjátok. Hú, nem is, már félre is rakom. Nem van vissza. Na jó, még én is kiveszek kettőt. Ugye? El kell tenni, ezt nem lehet megunni. Öcsi, vidd is innen el. Tedd el. Ugye, beviszol szobába. Anikónak és Sándornak valaki írt. Hát, hogy így szeretne. Ja, illetve, hogy így szeretünk benne. Na, Anikónak és Sándornak köszönöm szépen a meglepi csomagot. A meglepit. Nagyon finom a mindegyik fajta szotyi, de ma megkóstoltam a ma a német szotyit ettem. Török szotyit. Mondom anyának, néztem a tévét, nagyon, volt egy nagyon jó kis film a tévében. Anya, mondom, légy szíves, hozzá. Amikor írt egyből, figyelünk, mi 20 pluszosak vagyunk. Jaj, de imádom! Mondom anyának, hozz már ide egy másik szotyit. Mondom, csak egy pár szemet, tudod. Nem akarom nagyon bele élni magamat, mert tudom, hogy nem lehet abba hagyni. Hát hoztam neki. Hozott az anya egy csomag. Nem az orosz szotyit, hanem a török szotyit. Hát, gyerekek, itt olvadozott. Itt olvadozott, és nem akarok, mire kerültem, fordultam. Anya ide ült mellém, mert ő takarított. És akkor látta, hogy egyre mélyebben nyúlok az acskóba. Mondom, megetted az egy zacskó szotyit. Nézzem azt, hogy megetted az acskó szotyit, mondom. Meg.
De mondom, nem volt benne félszem, meg mag nélküli szem. Azt mondja, te, ennek a füstölése, vagy ennek a... Azt mondja, meg... Hát figyelj, ilyet nem lehet itt kapni. Azt mondja, hogy ez meg van sütve, meg, vagy pörpörkölve, én nem tudom, mit csinálnak ott kint vele. Azt mondja, az íze. Meg hogy egyformák a magok. De hát, mert ekkora szotyi... Itt olvadozik, értitek? Mint 48, egy jó nő áll előtte. 48 éves vagyok, nem titok, nem írom ki, elmondom. Tehát 48 évet töltöttem most. Láttátok a születésnapomat is. Janival együtt. És én... Még most ne értsétek félre, még életemben ekkora szemű szotyit nem ettem. Ezt most viccen kívül mondom. Én nem tudom, hol üvegházba termelik ezt, vagy hogy hol. Azt mondta Attila! Kimegyünk tavasszal. Kimegyünk. Én megrakom a volgót szotyival. Megébesz egy csomószot. Engem nem érdekel, mennyibe kerül. Lehet, hogy a csomagokat ott adjuk a szotyival, jövünk haza. Nem? Na megyünk tovább. Én a szotyiba. Nagyon szépen köszönjük Anikónak és Sándornak. Addig eszed, amíg van. Hát így van. Tiszai horgász is nagyon szereti a szotyit. De én tegnap is horgáztunk, odafogtam magam elé egy vödröt, és abba szotyiztam bele, nem köpködtem el a vízparton. Itt anya megmondja, meg a gyerek is. Igen, vödörbe volt. Ja. De akkor Milán vajon írta, hogy igen? Milyen volt az első traktorotok? 50-es MTZ, belső bugócsöves, NDK-s 50-es volt. Nagyon jó traktor volt, komolyan. Utána mondom. Volt. 100, vagy egy picit. 91-ben 173 ezer forintért vettük. Mamá, mit kapsz annyiért? Igen. 88-ban, vagyunk nem, 80, vagy mindjárt eszembe jut. 85-ben, 10 éves voltam, 12.500 forint volt a B51-es Simpson. Igen. Mekkora pénz volt az akkor? Hú. Gergő Grébet, én 13 éves vagyok. Na, örülök neki, hogy ilyen fiatalok is. Nézzük, és ugyanúgy a Gergő kérdezi, hogy Csőke Attila, te vezettél már Zetor traktort, és ha igen, mi a véleményed róla? Nem vezettem még Zetor traktort, csak ültem benne a pótülésem, vagy hogy mondjam. Mert ugye némelyik Zetor három személyes. Pláne ezek a tanuló traktorok, ahol vizsgázol traktor, vagy mi fogsz vizsgázni, nem tudom, fiatal ez a srác? 13 éves. Akkor általában ott olyan Zetor traktorok voltak, nem az az 56-11-es, hanem 62-45-ös, ez az összkerekes. Annyira nem vagyok képbe a Zetor ügyben, mert annyira nem. Na mindegy, olyanba ültem, a kormány mellett rokonom vezetett, egész jó. Húzta a két pótkocsit. Gyorsnak nem volt a húga, milyen gyors, de úgy csöndes is volt, nem volt olyan nagyon zajos. Mi lesz a hízoknak a sorsuk? Egy részét eladjuk, a többit meg levágjuk. Kb. Mennyi pénz kéne hozzá, ha én... Hát ez pont benne lesz az egyik videóba, hogyha valaki el akarná kezdeni. Várj egy picit, inkább kérdezzük meg úgy, hogy tiszai horgász, ugye? Igen. Nem akarok turkálni a zsebedben, meg pláne nem. Tehát pénzről nem akarok így beszélni veled, de egy kérdésem lenne. Most mi, hogy úgy írtad ki, hogy tiszai horgász, így nem tudjuk, hogy téged hogy hívnak valójában. Egyre lennék kíváncsi, hány éves vagy? És utána válaszolok a kérdésedre. Hogy hány évesen akarod elkezdeni a mezőgazdaságot? Erre lennék kíváncsi. Ha megírod, akkor... Ha nem írod meg, akkor is válaszolok a kérdésedre. Csak kíváncsi vagyok, hogy hány évesen szeretnéd elkezdeni. Akkor Gergő írta, igen, az a major, amiről beszélsz. Mármint én? Igen. Milyen major? Hát a Zetor, amikor kérdezte. Jó, értem. Amúgy pont beszélgettünk az egyik tárcsázós videómban, vagy betettünk már? Balogh Zoltánnak hívnak, 23 éves vagyok. Köszönöm szépen, hogy megírtad a nevedet és a korodat.
Én 18 csak... vagyok, de a korombeliek sajnos egyre kevesebben akarnak ezzel foglalkozni. Hát nem is tudom, hogyha az idősek kihalnak, hogy mi lesz 23 ezzel. 23 évesen akarod elkezdeni. Szerintem még nagyon jó korba vagy ahhoz, hogy elkezd. El lehet kezdeni 50 évesen is, nem ezzel van a baj. Mindjárt válaszolok. Anikó írt egészségetekre. További jó bugamagozást. Bugamagozást. Ja, igen. Igen, mert bugában van a mag, jól mondja. Na szóval, mennyi pénz kéne hozzá, hogy elkezd? Hát igen. Inkább úgy azt kérdezném tőled, hogy milyen, mennyi földed van? Amit művelni akarsz, mennyi földed, így kérdezném meg. De... Mert nem mindegy, várj egy picit, nekem a véleményem az, hogy a mai világban 10 hektár földre fölösleges menni egy 20 milliós John Deere-t. Nem, mi a, várjál, most hallgass el végig, mi a videóban, most szerintem egy két videóval lesz körülbelül, amit majd fölteszek, pont erről szó, hogy aki most akarja elkezdeni, és nem vettünk csak középkategóriás gépeket, tehát nem a legrosszabbakat, mert nem is a legjobbakat, egy középkategóriás gépről beszéltünk, úgyhogy A-tól Z-ig minden, tehát a traktortól, a bálázóig, a rendsodróig, a kombányig, a kassa, tehát minden, ami a mezőgazdasághoz kell. Egy közép... Mindenből egy van, tehát nincs mindenből kettő vagy három. Így van, és mindenből középkategóriásat mondtunk, és mindenből használtat, tehát nem is újat, hanem használtat, tehát használt gépekről beszéltünk, és arra jutottunk, hogy ez így indulás szempontjából közel 100 millió forint. Hát úgy, hogy a kombány is benne van, meg a traktorok, minden. Hát traktor, meg az összes gép, bálázó, rendsodró, vetőgép, minden, ami egy gazdasághoz kell. De ezt tudnotok kell, hogy ezt a gépparkot én 91 óta fejlesztettem. Tehát nem két év alatt alakult ez ki, hanem 91 óta, amit a mezőgazdaságba befektettem, pénzt is kivettem, tehát befektettem, most csak példát mondok nektek, 10 hektár gabonát bevetettem, akkor eladtam a 7-6-8 hektár gabonát, eladtam, a többit meghagytuk az állatoknak, és annak az árát megint hozzátettem ahhoz a géphez, eladtam a gépet, hozzátettem az árát, így vettem mindig újabbat. 50-es MTZ, 82-es MTZ, utána új 82-es MTZ, utána használt Ferguson traktor, akkor használt John Deere kicsi, használt John Deere nagy, tehát kis kombány, 5-14-es kombány, 80-as dominátor, 80-as dominátor, 2.300.000, 86-os dominátor, bocsánat, nem akarok hazudni. 86-os dominátort 2.300.000 forintért vettem. Nem is tudom hányba. Tehát régen, 95-6 tájékán, így valahogy, 98. Úgyhogy nehéz, tehát 23 évesen elkezdeni el lehet. Én azt mondom, hogy várom a választ, hogy körülbelül mennyi zetor, mit mond a major, van olyan fajta. Igen, ezt az Illés írta. Barátnak van egy 50-90-es M-es. Jönnek 6-31-es rakodó. Nekem is 6-31-es rakodó van rajta. Karra befolyásol valamit egész erőhengeren. Mert de ez ki volt az? Mert gyárilag 5-31-es. Na de várjunk, a Nisztor Beni írta. Most Nisztor... Aha. Mert gyárilag az 531-es rakodó kéne rá, és ők a 631-es rakodót tették föl, és hogy a munkahenge, vagy a erőhengeren... Befolyásol valamit? Hát nem tudom, nekem 631-es rakodó van rajta. De neked 6010-es van, nem 5090. Igen, de hát valahogy csak fölfogadták rá. Jó, csak lehet, hogy nagy nekik, nem? Mindegy. Nem tudom, lehet. Na akkor Gergő, nekünk van kettő, ugyanolyan... 120-11, sima, elő 6 hengeres traktorunk, nagyon jó gépek, műhetetlenek. Jó, hát az a régi adagolós motor, ami abban van, Szlovákiában is van takson. Tényleg? Azt a mindenit. Na, nem is tudtuk. Na, most már, hát mi is, mindig tanul az ember. Hozzáteszem Zetor Kristály, és
Szlovákiában élek. Szlovákiában élek. Szlovákia. Jobban, jó, bocsánat. Ő azért írta így, mert ugye mi sem tudnám szlovákul leírni. Jó. Csak avval van az egyetlen baj, hogy semmi nincs meg hozzá, és ha nem lehetne, és nem lehetne támogatás nélkül. Milyen, ő neki van az etorja? Nem, ő kérdezte, hogy ő a 23 éves. Igen, azt tudom. Semmi nincs hozzá, de csak avval van baj, hogy... De traktorja milyen van? Van traktorja? Nincs semmi. Nincs? Hát ő... Hát nehéz. Szlovákiában valószínűleg tartom, hogy nem fog szemtézét venni, mert így jártjátok a Zetort. Valószínűleg Zetorba gondolkodol. De ez a tiszai horgász, aki kérdezte. Ja, értem. Te most már kevered a szezont. Hú, hát vagyunk itt mannyian, mint a égen a csillag. László Horváth, szia! Arra gondoltam, hogy előbb egy hektár földdel elkezdeni, meg egy 50-es vagy 80-as MTZ. Jó gondolod. Egy 50-es MTZ-t mennyi hozzá, 80-as az télen, nem tudom. Hát az 50-es is sima átsókerekes. Én az 50-es MTZ-ével 10 hektár földet vígan megcsináltunk, de van olyan ember, akikkel beszéltem, hogy 30 hektárt is megcsinálnak vele. Én azt mondom neked, hogy egy 50-es MTZ-vel is meg tudod csinálni azt a pár hektárt, és utána el tudod adni, és veszel magadnak nagyobbat. Először kicsibe kezdj, ne nagyba. Tehát ne ugorja egyből fejest a mély vízbe. Először, nekem ez a véleményem, először tapasztalt ki, hogy kicsit olcsóbb gépet veszel, 50-es MTZ-t, kisebb szerszám, ugye egy kétfejes, vagy egy háromfejes, mondjuk mi háromfejes szántottunk, de lehet nálatok nehéz a föld, nem bírja el a háromfejet, csak kétfejjel fogsz tudni szántani. Úgyhogy de először három... szerintem egy kicsit kicsibe kezd, traktorügyileg. Tapasztalt ki! Mert abból el fogsz tudni bánni a 10 hektár földdel is az 50-es MTZ-vel. De ha veszel hozzá egy 160-as traktort, nem fogod tudni kihasználni. És ugye egy 160-as traktor meg sokkal drágább. Úgyhogy én így kezdeném. Nem beszélek le senkit róla. A videómban elmondtam, hogy nehéz most. Közben... Mi lesz az RTN hétköznap este? Ha megint házasodnak gazda. Ó, engem már hányszor hívtak házasodnak gazdára. Mondtam, hogy menjen! Engem is már fölhívtak egy csomószor, hogy házasodnak gazdába szerepeljek, de hagyjanak már engem. Na. Henrik írja, 10-20 hektárra, és ha nincs bérmunkára igény, nem érdemes kombányt venni. Hát arra nem, csak az a baj, hogy várd ki, mire a kombányos odaér. Én azt mondom neked... Eszel ideget rendesen. Ha, ez az én magánvéleményem megint, ha 10 vagy 20 hektár földet, és hallgass végig, most ez neked szól, hogy hívják? Henrik. Henriknek szól, hogy ha van 20 hektár földed, és nem akarsz, ugye, mert nem éri meg kombányt venni, de veszel magadnak egy kis parcella kombányt, ami 3 méteres asztallal van, mit tudom én, 6-700 ezer forintért, ha egy kis szerelő hajlam van benned, és egy picit értesz a gépekhez, akkor akár 2 év alatt megtérülhet annak a kis parcella kombánynak az ára, te saját földeden. Az egy dolog, hogy te nem mész el másnak bérbe aratni, de akkor vágod a tiédet, amikor akarod, nem kell várnod, hogy mikor ér oda a bérkombány, akkor esik az eső, nem tud jönni, elment máshova, ugye 40 ezer forint körül van, 35 és 45 ezer forint között van egy hektár aratás, 20 hektárt, ha levágatsz, az 800 ezer forint. Tehát ha 800 ezer forintot kifizetsz aratásra, akkor vegyél magadnak 800 ezer forintért egy kis klassz, vagy egy kis valamilyen parcella kombányt, ami tudom, hogy régiek, de lehet kifogni. Tehát én az M900-as kombányomat 2300 euróért adtam el, de az olyan patika volt, hogy az a rozsdafoltot nem láttál sehol. 4 hengeres Dajc motor volt benne, úgyhogy akár ha 20 hektáron gazdálkodsz, akár egy év alatt is megtérülhet a géped ára. Nekem ez a véleményem. Mert az aratást így is úgy is kifizeted, és akkor nem az aratás fizetett, hanem veszel magadnak egy gépet, és ha kisütött a nap van 38 fok meleg, és most kéne aratni, és nem ér a bérkombány, fölülsz a kombányodra, persze, ugye át kell nézni, lehet, hogy költeni kell rá, tiszta sor, ebben tisztában kell lenni, hogy aki vesz valami gépet. Erre szoktuk azt mondani, ha már majmunk van, akkor vegyünk. Ha veszel egy gépet, akkor ugye költeni kell rá, teljesen mindegy, hogy autót veszel, arra is kell költeni. Tehát csak annyi, hogy akkor csináld, amikor te akarod. Kérdezi Nyisztor Beni, hogy nálunk miért nem jön be a repce?
Hát őszinte leszek veletek, nem vagyok permetezési párti, és ugye látom a repcével, hogy mit összeszenvednek most itt a környező megyékbe, meg külföldön is, és ugye nem olcsó a vetőmag, se azt tudni kell, úgyhogy én nekem még nem volt bátorságom nagyon belevágni a repcébe, mert egy az, hogy nem is jártam soha utána, hogy hol van piaca, a másik meg az, hogy nem is értek a repcéhez. Őszinte leszek veletek. Azért mondtam, hogy nem. Tudom, lenne segítség, meg lenne olyan ember, aki mondaná, hogy hogy kell csinálni minden, de nincs tapasztalat, és nem is ez miatt nem csinálom, valahogy nem foglalkoztam még. Nálunk is inkább csak zöld trágyának vetik. Igen. Megnő így ekkorára, és... A kérdezzetek még egy 15 percet, még leszek, aztán elmegyek fürdeni. De most jelenleg most nincsenek. Nincs. Nincs kérdés. Végigmentünk. Hogy lehet az? Pedig vagyunk 162-en. Igen. És gyerekek, mikor ide leültem, igen, előtte, mondjuk olyan fél hét, 3-4 hét fele, akkor 2047-en voltunk. Most 2062-en. Nagyon szépen gyűlünk. Na várjatok, vissza kell húzom, mert hirtelen sokat. Gergő Grébec, visszajelöltelek. Ez most igaz. Hoppá. Ez most igaz, amit mondtál. Mi egy hónapig vártunk az aratásra, mert vagy esett, vagy rossz volt a kombány, vagy nem jött, mert magának aratott. Azért mondom, hogy... Gondold át, hidd el, ha itt laknál a mi falunkban, és én aratnák neked, akkor is ugyanezt mondanám. Sziasztok, Danónak láttátok az új permetezőjét? Én azt mondom, hogy ahhoz a traktorhoz az hatalmas az a permetező. Igazából pontosan az van a Danóéknál, mint ami nálunk, hogy ugye én is mehetnék a kisebbik traktorral vetni, de sajnálnám a gépet. Tehát nekik is, ugye ők most avval a problémával fognak szembesülni szerintem, hogy ugye az a permetező, az a másik traktorra lenne jó, csak az meg nem fog beleférni nekik a sorba. Igen. Kicsit nagyolom én is a permetezőt, de hát lehet abba kevesebb vizet is tenni, hát ők tudják, ez az ő dolguk, én ebben nem szólok bele. Igen? Viktor Pusztai, sziasztok, Angliából nézlek titeket, mindig, s remélem, hamarosan lesz titeket megismerni jobban, s le a kalappal, amit végeztek, szívet, lelket beleadjátok. Puszi, ölelés, Viktor. Köszönjük szépen, és örülünk neki, hogy Angliából is nézel minket. És vigyázz magadra ott kint. Így van. Danóék is ráfáztak a repcével, igen, mert újból kellett nekik vetni. Nézem a videóikat, igen. Én például építőiparban dolgozom. A tiszai horgász. Aki most akar elkezdeni gazdát. Igen, igen, igen. Hát a munkádat ne hagyd ott, először kezd el úgy kicsibe a munka mellett, és akkor majd kitapasztalod, hogy hogy jó neked. Na, Gergő írta, hogy rá akarják tenni a Danóék a nagyra a permetezőt. Aha. Egy ház ára 80-100 millió. Így van. Igen. Így van, és nem a kedvedet akarom venni ezzel. De, ha kicsibe kezded el, akkor sokkal kevesebből el tudod kezdeni, de a 80-100 milliót azt arra értettük, hogy egy olyan 150-200 hektáros gazdaságnak megfelelő középkategóriás gépparknak az ára. Meg nem a kedvedet akarom venni. Nehogy Isten ássa a lelkemet. De tehát ebben a mezőgazdaságban hát én is szoktam mondani Attilának, hogy azért rendesen kell pénzt beleölni ahhoz, hogy tudj az elvárásoknak megfelelő munkát csinálni, és, rendesen tudjál dolgozni, úgyhogy... És még az mellett... Igen. Állandóan jár az agyad, mit hogy csinálja, hogy jól jöjjél ki belőle. És még itthon is állja a sarat. Úgyhogy igen, igen, úgyhogy igen. Nem egyszerű a helyzetünk, de nem sírok, ne értsétek félre. Igen, Gergő írja, hogy el is akadtak a kis John Deere-re, meg a vegyszerezővel üresen. Hát igen, láttuk, hát az a kihúzás sem volt egyszerű. Attila, mi a vélemény a 77-10-es John Deere-ről, amit vettek a Danóék?
Nekem megmondom őszintén, tetszik a traktor. Picit furcsálom, hogy igazából nem tudom, mennyi üzemóra van benne, hogy a kárpit olyan benne, hogy amilyen. Az enyémben 5000 pár száz üzemóra van, de annak olyan a belseje, mint a 20 üzemóra lenne benne. A nagyban. Kicsi, az már csúnyább az enyémnél is, de ott sem vészes. De nagyon jól néz ki különben a traktorjuk, a 77-10-es. Nem rosszul néz ki. De... Hát, az... vesznek rá egy művelő, tehát sorművelő kereket. Hát egy 2000 euró körül van egy garnitúra rá, 2-3 ezer euró. Nem tudsz el mit csinálni, hogyha... 2-3 ezer euróért lehet venni szerintem rá. Csak akkor állandóan cserégetik el a kereket. Ha magadnak aradsz, és egyedül vagy, a szállítást hogy oldanád meg? Köszönöm. Hát? A szállítást azt úgy oldottam meg, amikor egyedül adtam, hogy kimentem a traktor pótkocsival, anya kijött értem autóval, beültem az autóba, hazahozott, és kimentem a kombányal. Nem így volt, volt így is. Volt így is. És a másik az hogy volt? Meg volt úgy is, hogy kiment traktor pótkocsival, pótkocsit leakasztott a traktorra, bejött, kombányba beült, kombánnyal kiment, learadta, amit le akart, de olyankor mindig csak kis darabba állt vele, amit nagyjából belefért a tartályba, kombányjal bejött. Pótkocsira. Ja igen, bocsánat, pótkocsira ráfért. Kombányjal bejött, beült a traktorba, kiment a traktorral, a pótér felakasztotta, hazajött. Igen. Volt ilyen. Volt ilyen. Főleg amikor nekem ugye a gyerekek kicsik voltak, és nem tudtam menni. Hát persze volt ilyen. Igen, néztük, a Tiszai Horgász írta, hogy néztük, igen, mi is a Janka és Ricsit. Addig, amíg mezőgazdasággal foglalkoztak. Most már mentek más irányba. Most, már... most barkácsolnak, meg Jankát nagyon fölkarolta az Agroinform. Igen. De addig, amíg gazdálkodtak, mindig néztem a videóit. Igen. Csak utána valahogy eltűntek, aztán próbálkoztak ugye az ácsmunkával. Igen. Most építgetik a házukat, úgy, de már nem szoktuk úgy nézni. De amúgy aranyos pár. Most ugye a Jankát azt fölkarolták. Engem nem fognak tudni fölkarolni, mert én nem megyek apa mellől sehova. Szeretnék vásárolni egy Deutz far, kis bálázót, mennyire strapabírók? Valamelyik nap láttam a neten fönt egy piros Deutz far bálázót. Egyszerű kis bálázó, nincs túl komplikálva. Tehát nem rossz bálázók a Deutz far bálázók. Pláne ha kis bálázót akarsz venni, gondolom nem 8-10 ezer bálát akarsz egy évbe, arra a 1-2 ezer bálára tökéletesen meg fog felelni egy évben neked szerintem. De pláne, hogyha nem egy lehajtott szart fogsz venni, tehát az át kell nézni. Én mindig azt nézem, ha veszek egy gépet, hogy a gyári festés, akkor az nagyon sok mindent elárul, hogy milyen volt a gazdája. Ha már fölhívok, valamit el akarok, és venni akarok, és mondjuk hirdetésre megyek, ami nagyon ritka, de hogyha hirdetést hívok föl, mindig megkérdezem, gyári festés? Nem, már volt átfestve, már így, akkor már nem annyira van. Hegesztve, törve volt-e akkor már? Akkor már nem megyek el megnézni. Igen, igen, az ilyenek. Na, Gergőkénk írta, hát a Dunántúli MGTS, szoktátok-e nézni őket? Ritkán. Attila Csőke. Én azt mondjam, nem is. Ifával meg izével dolgoznak. Láttam már őket egy párszor. Igen. Néztem őket már egy párszor. Elfeküdtem itt, mint hasas malac az izét olba. Igen? Na. Sziasztok, én 3 éve... Buff! Sziasztok, én 3 éve foglalkozom hobbi szinten mezőgazdasággal, a gépek szeretete miatt folyamatosan apránként veszem az eszközöket, jelenleg egy LTZ55A traktorom van, és egy Farm M44 parcella kombány. Igen, ismerem a M44-est is, meg a másikat is, másik gépet is, ami van neked. A pici kombány, egy parcella kombány, meg ugye az az LTZ 50, 55-ös volt, azt hiszem.
Igen, 55 a... Aha. Ismerem. Atti lány, Atti, lányom. Profilt látjátok, de szerinte munka mellett nehezen működik. Fölállok az, de mindig nézek benneteket, gratulálok. Igen, erre a hölgyre is emlékszem, hogy írta, hogy a lánya profiáról ír néha. Igen, igen. Igen. Szabolcs Kullai. Hogy vagytok? Köszönjük szépen, jól vagyunk. Meg vagyunk, hála Istennek. Meg vagyunk, fáradtak vagyunk. Ma azt hittem, hogy esik az eső. Pihenőnap 18, lesz. 18-19 millió esett. Igen. Nagyon örülünk neki. De ahhoz képest én reggel beleálltam a takarításba. Azt nem is tudom, mikor hagytam abban, 3-4 óra körül. Olyan hulla vagyok, mint a franc. Buff, a Kristóf Tóth hirdette egy sorsolást régen, amire mi is neveztünk, de úgy tűnik lenyúlta a pénzt, mert nem volt azóta sorsolás. Áú! Salgótarján környékén lakik ez a srác. Egy 52-es MTZ-t sorsolt volna ki, azt hiszem. Igen, igen, Edmund írta, aki most feliratkozott. Húha. Ő nem ő van Angliából? Nem. Azt hittem. Igen, mi az, hogy hűha? Mi az, hogy hűha? Te mondod, hogy hűha? Nem. Hogy lenyúlta a lóvét? Ja, igen. Hát nézzétek! Hát ha már, mert én úgy tudom, hogy ugye ő valami kártyákat vagy miket osztogatott, ami be volt sorszámozva. 1500 forinti darabját. Igen, tehát még abból is ő pénzt szerzett. Elég hát, sokat. Meg még ugye néznek. Kapott a YouTube-tól is ugye pénzt, abból szerintem vette a traktort. Fendet vett abból, egy kis fent traktort. Nem tudom milyen. Úgy nem ismerem, de valami tanyát építgett, ez nem volt szép dolog tőle. Nem tudjuk. Malacokat le szoktátok fogazni? Nem. Nem. Azért nem. Már volt olyan, hogy le kellett fogazni egy pár darab malacot, mert amikor az anya szoptatott, akkor fölugrott, akkor lefogaztuk. De amúgy, amíg nem látunk ilyen problémát, nem fogazzuk le. Azért kérdezősködök annyit, mert most kezdem a gépesítést, és mi van? Várjátok, már nem tudok olvasni! Gépesítés, gazdálkodást. Eddig kézzel csináltuk, vagy Úristen! Hát kell oda valami kis traktor, valami. Buff írja, hogy felénk nem igen lehet venni normális földet, így zárt kertekből vannak a területek, majdnem egy hektár. Nehéz a mai világban valamit is csinálni, hiába szeretne az ember. Hát igen, nagyon meg van kötve az emberek keze. Igen, ezt, mi felénk ezt, is. Ezt érezzük mi is. Mi felénk is így van. És általában, ugye, hogy jönnek ezek a... Hát, akik fölveszik a támogatást, akkor úgy mondom, hogy úgy érezzük, hogy hú, most ilyen szigorítás jön, most olyan szigorítás jön, hogy a kisgazdákat akarják megfojtani, mert olyan dolgokat akarnak, hogy már ne tudjál talpon maradni, érted? Tehát ne akarja. De mondom nektek, hogy velem rosszul járnak, mert ha nem kapunk egy fillér támogatást se, akkor se fogom abba hagyni, sőt, már most mondtam a falugazdásznak valamely nap, hogy gondolkodom azon, hogy egyáltalán beadjam a támogatási kérelmet, és azt is elmondom nektek, hogy miért. Azért, mert ugye én nem nagy gazda vagyok, egy pici gazda vagyok a többiekhez képest, de én túl fogom élni, amit ők nem. Azt is elmondom, hogy miért. Mert nekem kevés a befektetésem. Tehát az ő hozzájuk képest kevés a befektetésem. Én, ha bukok, 1-2-3 milliót bukok. De ők buknak 30-at, ami már érezhető. Tehát, és ugye azért mondtam a falugazdásznak azt, hogy gondolkodom azon, hogy beadjam a támogatási kérelmet a föld alapúra, vagy ne. Mert most már így nem lehet szántani, így művel, így kaszáld, ennyit hagyjál parlagon, annyit hagyjál parlagon. Gyerekek,
Ha elérjük azt a szintet, én magamról beszélek, hogy nekem már nem éri meg a támogatási kérelmet beadni azért, mert hogyha én magamtól úgy csinálom a földet, ahogy én jónak látom, és én úgy jobban jövök ki belőle, akkor inkább nem kell a támogatás, és nem fognak belepofázni abba, hogy én hogy művelem a földet. Tehát egy jobban úgy érzem inkább, hogy azért a 100 meg 200 hektáros gazdák is szorongatva vannak, de azt tudni kell, hogy ha még egyszer bejön egy ilyen aszályos év, és egy ilyen 30-40-50 forintos kukorica, akkor a 180 hektáros gazda is le fog térdelni. Hát igen, borzasztó. Úgyhogy én nem tudok úgy letérdelni, mint egy 200 hektáros gazda, mert a 200 hektáros gazdának milliókat kell beleölnie, több millió forintot kell beleölnie. Én meg veszek műtelet, veszek, ha nem terem, amit terem. De 180-200 hektáron ezt nem lehet megcsinálni. Ott bele kell tenni, meg különben nem lesz bevétel. Úgyhogy el lehet gondolkodni, hogy mennyi földet művelnek a nagy gazdák, mert akinek van 400-500 hektárja, az egy dolog, hogy megkapja a támogatást, de lehet, hogy nem találkozik a pénzével év végén. Hát igen. Buff írta, szerettem a videóit a Twistoffnak, de csalódott benne egy jó kis közösség. Én igen. is vettem kettőt, tehát két ilyen kis kertet. Mennyi földetek van ennyi jószághoz? 30 hektár. Igen. Sziasztok, Lajos Takács. Lett kirakva trágya a lucerna föld végébe? Nem, még nem jutottunk oda. Nem, de holnap megyünk trágyaszorot nézni, és lesz kirakva. Mert én megrakom púposra, azt leszórom ott. Hát igen, akkor igen. Milyen évet zárt a csőkefarm? A csőkefarm igazából még nem számoltam utána, hogy milyen évet zártunk, de én úgy gondolom, hogy hogy is mondjam nektek? A vezérigazgató. Közepes évet fogunk zárni körülbelül. A termésekre gondolom ezt, hogy a termések, a gabona termés és a kukorica termés, ugye arra nem nagyon tudok mondani, mert csak másfél hektár kukoricánk volt, tehát az a 120 más a kukoricával most... Nem is nagyon adunk el belőle, mert nagyon, kell az állatainknak. A gabonát is nem sokat adtam el, az állatokba etetem bele, az állatokat még nem tudom, hogy mennyi lesz eladva, hogy lesz eladva. Tehát még igazából az évzárást csak majd úgy, ennek az évnek a zárását majd februárban kérdezd meg. Hát igen. De úgy gondolom, egy közepes év az meg lesz. Még így is. Ezért van az, hogy gondolkodni kell. Igen. Ez a... Gergő, ez nagyon okos kisgyerek, igen? Bírom. Mondd, mit ír? Mert olyan felnőttesen beszél, ugye, hogy most tavasszal mindennek az ára fenn volt az égbe, például permet, műtrágya, és a szem ára meg lement nyára hirtelen. Nálunk legalábbis. Itt is ugyanez volt. Na most elmondom nektek, hogy fel vannak az emberek háborodva, hogy 1000 forint a hízó. Tavaly is 1000 volt, meg 1001, meg 1002, hogy miért kerül most is ugyanannyiba a hízó. Na most akkor elmondom nektek, hogy az ilyen ember, aki ezt mondja, annak nem sok köze van a mezőgazdasághoz, ugyanis az a disznó, ami tavaly született, az még a tavalyi 150 forintos kukoricát ette idáig. Plusz nem 10.000 forint volt a malac, hanem 32.000 forintért vettem én is malacnak darabját, meg 30.000-ért. Egyetlen egy helyen volt, a 25.000-ért tudtam venni malacot. A többi 30.000-es malac. Na most, számoljunk egy picit. Az előbb írta egy úr, 5 mázsa gabonát megeszik a disznó, mire fölhízik. Egy hízó. Na most megveszel egy malacot, most a 1000 forintos hízót visz föl, fogom nektek mázolni, hogy hogy működik ez, mert ugye itt van a faluban egy-két ember, aki hogy miért annyi a hízó, na akkor elmondom neki, hát ha nézi. Ha nem, akkor meg majd a live-ba fönn lesz a neten, és majd megnézi. 30.000 forintról indulunk, annyiba került a malac. Plusz megeszik 5 mázsa takarmány, de az én véleményem az, hogy 5 mázsában nem hízzal a főz, hízót csak 120 kilós koráig.
Ugye akkor egy 120 kilós disznó 1000 forintjával 120 ezer forint, ha eladod. 30 ezer levonunk, marad 90, 5 másat megavat, 5x5, 5x35. Jó számoltam? Azt mondja, hogy 5 mázsa 150 forintjával, de ne számoljunk csak 100 forintot, az megint 50 ezer. Marad 90, 50, 40 ezer forint a rés egy disznónál. De nem számoltuk se a vizet, se a munkát, semmi mást. És akkor még csak 5 mázsat etettél meg, de ha már 6-ot vagy 7-et evett meg, akkor már nem marad csak 20 ezer forintod, vagy 10 ezer forintod. Tehát nem biztos, hogy az állattartás 1000 forintjával a hízó megéri. Jobban jár az ember, ha eladja a takarmányt, nekem ez a véleményem, mint hogy etetik itt a bikákba, meg a tehenekbe, meg a borjukba a 10-es, meg a 15-es lucernát. Hát nem tudom, én azt mondom, hogy ez egy drága sport lett, most már nem is annyira, mert most olcsóbb a takarmány, de tavaly, aki végig tudta böjtölni, hát minden tiszteletem az övé. Meg a miénk. Meg a miénk. De én nekem nem volt marhám, meg lovam, meg ilyesmi. Hát nem. Tehát az volt, a szálas takarmány volt drága. És mennyi föld után van támogatás? Azt hiszem 3000 négyzetmétertől van. 3000 négyzetméter fölött. 3 vagy 4000 négyzetmétertől támogatott a terület. Igen, igen, igen. Hát mindenre így van. Nem vezérigazgató, hanem TSZ elnök. Hát én sose voltam TSZ elnök. Ha én lettem volna TSZ elnök, akkor lehet, hogy megbukott volna a TSZ hamar. Nem tartom magam. Átyi Miklós, nagyon tetszik Attila a gondolkodásmódod. Én még úgy gondolom, hogy én még a régi rendszer politikát nem akarok belehozni ide, tehát ne értsétek félre, de még a régi rendszeres dolgokban gondolkodom, én úgy gondolom, nem mindig kell fogtechnikusnak lenni az embernek, hogyha csinál valamit a gépen vagy a földeken, de megmondom őszintén, hogy én személy szerint a 27 ezer forintos meg vagy a 30 ezer forintos műtelját nem tudtam volna venni, de sajnáltam volna kiszórni, ezért nem is vettem. Tehát azért nem fogok venni egy 20-30-50 mázsa műtelját, hogy másfél millió forintot kiszórjak, és akkor utána jön egy ilyen szárazság, azt nem terem annyival több. Ja. Tehát én úgy gondolom, hogy nem, de most lehet, hogy tavasszal fogok, megpróbálom. Most van szerves trágyám, azt elszórjuk. Kukoricavetőgépet szeretnénk venni. Igen, ha valakinek van eladó tárcsás kukoricavetőgépje, 6-soros teleszkópos váza, egy monoszem vagy valami ilyesmi. Jó áron. Tudjátok, nem, alkudni kell, alkudni kell. De nem szarért, húgyér akarok, tehát ne értsétek félre, hanem normális áron, hogy az eladónak is megérje és a vevőnek is megérje. Tehát nem azt mondtam, hogy egy 5 milliós gépet 2,5 millióért adjál oda. Ah, még annak a feléért. Na, és én vagyok a kupec. Na, mehetünk tovább. Jó, van, csak hülyeskedek, tudják. Szia Attila, Henrik írta. Nem támogatás, meg pályázatok kellenek, hanem tisztességes felvásárlási árak, és mindenki abból élne, amit megtermel. Sajnos majdnem lehetetlen. Így van, te én azt mondom nektek, hogy én voltam Osztrákban, Németországban, 30 hektár földből egy család megél. Illés kérdezi, és a szalmát nem számolod a sertés alá? Meg kell venni a szalmát is. Igen, a szalmát is, meg a szalámit is. Ja, mondom, jó, szalámit írt, nem szalmát. De, tehát ő tudja, mert őnekik is van nagyon sok földjük, állatuk. Ő tudja, hogy nálunk Romániában. Én gondoltam, hogy a Nisztor Benny ez Erdély vagy Romániából származó. Jó, most nem veszünk halat. Nálunk Romániában a gabona ezért nagyon olcsó, mert Ukrajnából hozzák, és amúgy betegszik a jószág. Hát elmondom nektek, hogy itt nálunk nagy divat lett, és remélem, hogy most egyik terményes sem nézi a műsort, hogy megveszik az olcsó ukránt, meg megveszik a magyar kukoricát, és összekeverik, és úgy árulják. De mielőtt visszajössz valakit, majd én meg fogom nézni, mert a végső döntés a vezérigazgató TSZ elnöknek a kezébe van. Ja, azt hittem, azt olvasod. Mondom, nem nyúlok bele. Igen. Plusz fejei és premix. Hát igen, ezt hát nem. Aki ad neki. Igen. És mennyi a támogatás? 70 ezer forint körül van hektáronként, de elmondom neked. Most kevesebbet fogunk kapni, mint 70 ezer szerintem. Mert úgy elaprózzák, hogy az életben nem jössz rá, hogy mennyit kaptál hektáronként. Jaj, azt úgy bírom. Kapsz egyszer 12 ezeret. Volt, amikor 5 forintot utaltak. Volt, igen. Amikor elutaltak
500 ezer forintot, utána megint elutaltak 27 ezer forintot. Tehát annyira elaprózzák, régen sokkal jobb volt. Hát olyan tizenvalahány részletbe kapod meg azt a pénzt. Régen sokkal jobb volt. Kaptál decemberbe mondjuk 700 ezret, meg kaptál februárba 800 ezret. Tehát kettő részletbe osztották el, és tök jó volt, de most... Csinált ez egy kis korát? Igen, mert megittem a kolát. Rengeteg rész. Egy pohár kolát, egyszer ittam belőle, és elfogyott. De hogy hova lett, elpárolva. Én nem ittam kolát, nem. Igen. Szerintem, amit a hízlalok, tudnám. De tudja az ember, hogy mi kerül az asztalra? Hát, hogyha saját magad fölhíted, akkor igen, akkor tudod, hogy mi kerül az asztalra. Hát amúgy nem tőlem, tudod. Aki vett eddig hízót, az mindenki visszajött, plusz még hozott magával kuncsaftot. 7 malacsal kezdtünk, abból 5-öt adtunk el, 2-t levágtunk magunknak. Azóta nem mondom meg, mennyi van, mert nem szabad mi se tudjuk megmondani, mennyi. Ja, bocs. Mennyi van, de évről évre többen jönnek. Szerintem, amit én hízlalok, tudom, hogy mit eszik a családom, mintha bármit. Ez így van. Hát, ugye mondhat bármit, ez így van. Igen. Nálunk is mindig azt kérdezik, hogy mit etetünk a disznókkal. És akkor elkezdem mondani. Hogyha zabot vetünk, akkor ugye kapnak zabot, árpát, tritikálét, kukoricát. Ennyi. És akkor néznek ránk, és akkor ennyi. Mondom, ennyi. Hm? Más nem adunk neki? Premix, szója, te mondom, figyelj ide. Mondom, én is ezt a húst teszem. Ha mi is ezt a húst akarjuk enni, a más meg azt, hogy a premixet meg szóját teszek, akkor mi lesz rajta haszon? Tehát kész ráfizetés. Nálunk nincs 5-6 hónap alatt kész a disznó, nekünk kell egy év. Hát egy év alatt 11 hónap, igen. És akkor olyan szépek, 150-160 kilósak. Okay. Nekem a nagybátyám, tehát apunak a anyukájának a testvére, tehát végülis akkor nekem másod nagybátyám, hentes. És ő vágja a Jani barátunknak a disznót. Tehát ő tőlünk minden évben visz hízót. És oda hívja Attilát, ugye van egy kis rész, ahol ő dolgozik, oda hívja Attilát, azt mondja, olyan gyönyörű húsa van ennek a disznónak. Meg milyen sonkája van. Mondja Attila, hát igen. Azt mondja, és nézd meg, már itt van, már 15 perce, azt mondja. Vagy egy órája, vagy két órája. Nem. Ugye, amikor kirakjuk a húst a gangra, neki ott van kint 2-3 órát hűrni. Hát igen, de ez nem volt annyit még. Azt mondja, nézd meg, azt mondja, egy csepp víz nincs alatta. Meg amikor beleraktuk a ládába a húst, és nézte, azt mondja, nincs alatta víz. Hát mondtuk neki, nem etetünk tápot. Azt mondja, hallod? Azt mondja nekem, szóval én is nevelek hízót, azt mondja. Én fél év alatt 180-200 kilósra fölhízlalom. Hát mondom, azt a húst, azt tedd meg te! Akkor mehet a Tesco-ba is húsod. Hát, és még rá akart minket beszélni, hogy... Miért nem veszek neki egy kis szóját? Hát mondom, nem, mert ezt a húst akarjuk mi is enni. Nem elég bajunk van nekünk, hogy az boltban néha azért csak menni kell, az veszik a kólát is, hogy iszom, ki tudja, mi van ebben. Hát, és meg rá akar beszélni, érted? Hogy most mi van? Hát dehogy etetek én vele ilyet. Hát akkor elmehetünk, azt vegyük disznót a Tesco-ba, veszünk a húst, azt vegyük azt. Most mennyi disznótok van, nem tudjuk. Nem szeretnénk rá válaszolni, inkább úgy mondom. Az, aki drágálja legjobban a... disznót, aki még nem ganézott ki életében sem egy ólat. Akkor mennyi gyorsan fürden utána? Hát... gumicukrot a helyére visszavizet. Van meló vele bőven. Máramarosból vagyok. Hosszú mezőfalu. Igen. Várjunk egy picit. Máramaros. Nisztor Beni. Ez egy fiatal srác? Nem tudjuk. Máramaros. 18 éves, de édesem meg. Na szóval, hadd kérdezzek tőled valamit. Ha te Máramarosból való vagy, akkor te tudod, hol van Máramaros sziget? Erre válaszolja, légy szíves. Sziget Humár Mácié.
Szia, Petya! Csőke fan, tik hány kilósan szoktál? 150-es. Hízott meg. Figyeljetek, a legjobb húsa a disznónak olyan 120 és 140 kiló között van. Akkor olyan szét olvad a szádba, még a rántott hús is. Imádom. Szia Péter, köszönjük, hogy itt voltál. Fönt lesz a live-unk, fönt hagyom. Kövesi Máté, Őrbottyánban lakom. Tőlem 15 kilométerre van. Ott voltam már egy hetet nyaralni. Máramban a szigetem. A bátyával meg a sógornőivel, mert a sógornője oda valósi. Mára, Maros sziget. Szigetumár Máci. Satumáre. Arra mentünk. Na igen, mehetünk tovább. Na! Meg lehet nézni a Google mappon. Mit? Ja, értem. A kitenyésztett disznónak fehérje nélkül csak az óra nő. Hát! Én nem hiszem. Mert nekem nem csak az óra nő a disznónak. Nagyon jók a videók, amiket csináltok, csak így tovább. Magánykészítés közben is a csőke farment a John Deere van. Ma tessék! De édesek vagytok! Csak a John Deere! Turi Mihály. Mint két mázsa alatt nem szoktunk hízót vágni. Abból van mit hallatni. Nagyon, amit egyszer vágtunk, 320 kg, Jézusom! Nem rágós annak a húsa? Az már inkább kolbászba való, nem Gergő? Nem. Nem? Nem. Amit mi vágunk, az olyan, mint a 18 éves lány. Igen. Amit ők vágnak, amit ők vágnak, az olyan, mint a 35 éves nő. Nő. És tetszett? Kérdezi a Beni. Mi? Mi tetszett? Mára van a sziget? Igen. Tetszett. Tetszett, jó volt, szép hely. Tudi Norbert, János Hidán lakik. Csaba Simko, hello, szia! Nincs itt senki, rátszalmásról! Rátszalmásról nincs itt senki! Vagy Soltról? Soltra megyünk! Solti ember nem nézi? Hát 160-an vagyunk. Soltra valaki megyünk! Költözöm már oda. Soltra megyünk holnap trágya szórót nézni, ha minden igaz. Ha nem adják el adni. Tiszai Horgásznak tetszett a videó, amikor bementél a John Deere-rel a boltba. A Tesco-ba. Ja, izé is mondta, a falugazdász is mondta, hogy olyanokat nevetett rajta, azt mondja, hova megyünk? Kóláé. Hova megyünk? Tesco-ba. Tesco-ba. Miért megyünk? Kóláé. De ez csak így jön neki. Kecskemét, hogy vagytok? Köszönjük szépen, jól? Nem vagy tőlünk messze. Jártam, Nagy Traktor Kft-hez. Itt szoktunk pihenni. Minden ráfekszak pihapuha hasára. Nem jól mondtad, hogy Kecskemét. Köcskemét? Nem vagy hogy szoktam mondani? Hova megyünk? Köcskemétre. Nekem azt tetszett, mikor a boltba a John Deere-en mentetek Kecskemét. Hogy vagytok? Köszönjük szépen, jó vagyunk! Norbert, Albert Norbert, Álmost, Hajdubihar. Igen. Tik szoktatok kecskét vagy bárányt? Várjál, elment a Gergő cím. Bárányt vágni, ha igen, akkor szeretitek a húsát. Birkát szeretjük. Birkát szoktunk vágni, és nagyon finom, így van. Kecskét nem, mert egyszer volt egy rossz élményünk, úgyhogy azóta nem. Lesz videó a trágyaszóró vételről? De nem élő videó lesz! Átszakjuk, hogy megengedi a buszsofőr! Most hazahozzuk a busszat! Nem tudjuk, hát igazából megvan a kukoricaasztalról is a felvétel. Csak privátban van nekem meg, mert nem akarom. Igen, olyan. Lehet, hogy azért télen majd a téli hónapokban földobom, hogy megnézzük. Voltám alku, nem mondom. Van gondom. Igen. Sziasztok, én Ausztriából nézlek titeket. Péter. Melyik részről?
Milyen trágyaszóra? Jaj, mondta, ja igen, lehet, hogy te most csatlakoztál hozzánk, nem nagy trágyaszóról. Nem T-88-as, nekünk az nagy, nem kell... 4-5 tonnás trágyaszóró nekünk elég, annyi, hogy itt a disznónak a... 20-30-40 disznónak a trágyát kell kiszórnom egy évbe. Arra nekem bőven elég egy 4-5 tonnás trágyaszóró. Igen. T-88-as húzgálja, amit... Dunaszerdahely, Tamás... Ha esetleg még jártok erre, nagyon szívesen megvendégelném. Rendben. Mi az? Várjál, már komán meghalottam egy picit. Meghatottam egy picit, mikor Attila és ön megemlítette. Márkátről. De mi ez a Márkátről? Klassz Markantról. Markantról, igen. Norbert írt nekünk. Akinek a Klassz Markant bálázójáról beszéltünk. Igen. Innen üdvözlöm a Norbertet. Remélem nem vette zokon. De nekem jó értelemben mondtam. Nagyon szeretem hallgatni, hogy beszél, mert nekem tetszik. Igen. Tehát anya is nagyon szereti hallgatni. Úgyhogy holnap, ha lesz ideje, akkor nyugodtan csörögjön rám, azt beszélgethetünk, mert holnap 23-a van, nálunk ünnep van. De szerintem le... Ja, mondjuk nem biztos. Úgyhogy... De nekem tetszik. Egyébként elmondom nektek így élőben, hogy ebben a Norbert úrral neki Deutzwart traktorja van, és fölhívott engem Messengeren, hogy kritikálét vett, és mondtam neki, hogy én is, és beszélgettünk egy óra hosszát legalább. És jól elbeszélgettem vele, és akkor még mondtam is anyának, amikor hazajöttem, mert ugye pont akkor te nem voltál velem. Nem, én itt maradtam trágyázni. Hogy képzeld el, a Norbert fölhívott engem, és beszélgettünk, és már a kedves felesége jobban van. Igen. Úgyhogy ezúton is kívánunk neki jobbulást a feleségének, reméljük, hogy minél hamarabb hazamegy a kórházból. Ha minden igaz, mert holnap hétfő van, holnap már megy haza. Igen. Bízunk benne, hogy minden rendben van. Hetény Egyháza. Zsámbókról. Hetény Egyházán lakik az unokatesom. Sziasztok, de jó látni titeket, Szekeres Károly. Szia! Milyen szóró? Hát nem tudjuk, nem volt kiírva neve. Ki volt írva neve? Nem volt kiírva neve. Szerintem Mengele, vagy nem tudom. Mindegy. Megnézem, ha tetszik, megveszem, ha nem, akkor jövünk haza. Grácz. Grácz. Aha. Én nem tudom... Steiermark, milyen... Grácz. Aha. Linz, nem Linz. Milyen... Hol voltam vajon? Kronzdorfból hoztam az első kombányomat. Lehet, hogy rosszul mondom. Maszekot, azt hiszem, vállalunk vele maszekot. Abban a trágyaszóróval? Persze. Ja. Te majd fölállsz, én meg megyek, te meg majd szórod villával. Na szóval, osztrákból vettem egy 68-as dominátort Kronzdorfból, és a 88-as dominátort Németországból Eggenfeld. München mellett van valahol, azon a részen voltam érte. Szerintem, ami a Danóéknak van trágyaszóró, szerintem most... Attól egy kicsit nagyobb. Attól egy picit nagyobb, igen. Az övéki az Krone Unioptimat, vagy Unimat, valami ilyesmi. Sziasztok, alsó némedi. Tudok egy kisebb szórót eladott. Na! Várj egy picit. Norbert. Ugye nem Bencsi. A Rúr 5-öst, ami eladott. Norbert Dencsik. Rúr 5-ös? Attila kérdezi, írd meg. Voltam ott egyet nézni, valamelyik... Ébben egy Rúr 5-ös, de valahogy nem tetszett. Hát, milyen trágyaszórót tudsz eladót? Hú, hát írták, Krisztián, hogy nálunk itt Győr mellől az itteni gazdaságokból indulunk ki, mert járok besegíteni, és a tavalyi évben a szárazság ellenére is 27,5 mázsa kukorica volt az átlag. Elhiszem. Hú, de szomorú az ilyen. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Na. Na kérdezzék, Krisztián. Hogy hívják az unokatesódat, aki hol lakik? Etény Egyhelle. Varga István. Kőműves. Varga Pityu. Krisztián. Siló, te Szlovákia melyik részén laksz? Aha. Biztos ennek, igen. Az itt van 10 kilométer. Grácztól Kronzdorf? Aha.
Hú, olyan kombányt hoztam onnan, el se hiszitek. Nálunk pont jókor volt az eső, az kb. 19 milli. Az itt is körülbelül annyi esett. Az nagyon jó. Nem, nem az, mit mondtál, nem a milyen vetőgépet? Ursus 5. Nem. Trágyaszorót. Igen. De nem az van eladó, nem az. Hanem mi? Milyen trágyaszorót tudsz akkor, Norbert? Némedin. Azt is tudom, hol van a... Hol van? Német is dolgoztam. Azt is tudom, hol van. De ez a Péter kő, ez nem kint dolgozik? De. Németben is dolgozom. Jó. Viktor Pusztai, bejelöltetek titeket Facebookon. Rendben, mert már pittyeg a telefon egy ideje. Öcsi, ne cukrozzál! Amúgy Vas megyei vagyok, János háza, aki kint dolgozik Németben. Privába el tudom küldeni a telefonszámát a tulajnak, ő mindent el tud mondani róla. Jó, de hogy kérdezem el meg, hogy mekkora ez a trágyaszóró, meg milyen fajta, nem tudod véletlenül? De elküldheted a számát, csak holnap 23-a van, nem tudom följövni úgysem, mert holnap ünnep van. Nekünk utoljára, amikor kukoricánk volt, 2020-ban, azt hiszem, apá, várjatok, akkor 110 mázsás kukoricát arattunk. Üdv Ászáról, Nagy László. Dunaszerdehez közel. Igen, ők beszélgetnek a Értem. Gergővel. Városföld határában. Állj! Várja, ott 4-5 milliméter van. Onnan hoztam a kis John Deere-t, Városföldről. Kecskemét mellett vagy? Városföld? Igen. Onnan jött lábon a kis John Deere haza? Igen. Milyen Magtár? Magtár Kft-től. Magtár Kft-től, igen. Edmund kérdezi, milyen gyakran szokott lenni live? Hát most, most elég rég volt, mert igen. Nagyon el voltunk havazva, de amikor van így időnk, akkor előtte szoktam írni, jelezni, és akkor összetudunk így gyűlni, de általában ilyen este 6-7 óra fele, mert akkor már mindenki otthon van. Hát látjátok, most is 7 óra, akkor kezdtük, itt van már 10 óra, már 2 óra 42 perce megy a live, úgyhogy szerintem 10 órakor mindenki elmegy csicsikálni, mert nekünk... Nem biztos, hogy ők elmennek, de mi elmegyünk. Meg kell fürdni, igen. Már azért hosszú volt a mai nap. Nálunk sok használt mezőgazdasági gépek vannak eladók a depóba, de Franciaország tőletek messzi van. Hát messze. Be kéne kompolni, az a baj. Igen. Sajnos típus nem tudom, csak egy rokonnak van, és említette, hogy eladná. Figyelj, Norbert, küld át Attilának messengeren a telefonszámát. Holnap fölhívom, azt meglátjuk. Legfeljebb elküldi melegebb békalatokra, hogy... Norbert. Dencsik. Rencsik Norbert küld, adta számot. Hogy 23-a van, most ne zavarjon! Tuff, és leteszi. Küld el a számát, és akkor holnap felhívom. Hát, ha felveszik a telefont. Mi lesz a program holnap? Még mi se tudjuk. Túri Mihály, kicsi a világ. Kíváncsi lennék a véleményetekre abban kapcsolatban, hogy nálunk fekete kötött földek vannak, és itt a 930-as Axion. 6-7 fejes lemken 1-2 húz, 30 milyen, és ha ti vennétek rá nagyobb 1-2, és milyent? Én nem akarok nagy 1-2, nem is akarok szántani. Hát, ha nem muszáj, akkor... Megérkezett a telefonszám, köszönjük szépen! Hát, egy az, hogy... nekünk volt a... 6620-as John Deere-unk után úgy vettük meg a traktort, amikor oda mentünk, hogy utána volt egy Lemke Juvel 7-eseke, váltóforgatós, és amikor kiállt vele az ember oda az utcára, és apa meglátta azt a szerelvényt, és azt mondta, anya, ezt így kell megvenni, és én ránéztem apára, és mondtam neki, nem ekkit jöttünk venni, hanem
traktort. Mondom, és traktor, így rám nézik, és azt mondta, anya, nekünk ez így kompletten kell. És akkor, jó, oké, vegyük akkor meg így kompletten. És rájöttünk, hogy ugye ez a John Deere-hoz ugye nincs rajta elől orsúly, hanem ennek van egy front hidrolikája, és a front hidrolikával tudunk rátenni egy súlyt, ami nem tudom hány mázsa. Gyári súly van. Gyári súly van, csak ugye föl kell akasztani. Még előrébb van, persze. Föl kell akasztani, és de ugye... De jó volt. De én... Amikor fölemeltük az ekét, és ugye átforgattuk, akkor na, akkorát ütött a traktor hátulján. TikTokunk, meg tudjátok nézni, fönn van róla a videó. Igen, most raktuk föl a Csőkefarmon, van TikTokunk, TikTok oldalunk is, Csőkefarm néven. Kettő van, mert egyiket elfelejtettem, de ugyanaz a két kép van, a másikon meg ott vannak a videók. Úgyhogy azt eladtuk. És vettünk helyette egy healthy négyfejes ekét. Ágyekét. Igen, úgyhogy... De nagyon keveset szántunk most már, ugye, hogy... De ha szántanik én, akkor vennék egy másik ekét, de amennyit nekem kell szántani egy évbe, pár hektárt arra bőven megteszi ez a healthy eke is. Hát igen. Meg most, ha most elkezdenénk szántani ebbe a szárazságba, épp beszéltük Attilával, hogy akkor a rögöket hozna föl a föld, hogy hihetetlen. Nem a földödeke? Na, mindegy, de a földödeke. Várjál, de van, csak már én is, mert fáradt vagyok. Nagyon szívesen. Jó éjszakát nektek. Igen. 10 órakor, 22 órakor így intünk pát nektek. Abba már nézte az órát, hogy mi van? Nem azt néztem a telefonon, készüljetek rá. Ha ennyit látok, hogy... Ez, akkor vége. Ez úgy van, hogy bomba szakértő vagyok, ha futni lehet, tartson utána, tartson vele. Tartson lépést vele. Tartson lépést vele. Na, apunak van ilyen pólója. Nekem meg a feleségem szeme fénye vagyok. Igen. Aputó, olyan is van. Aputól kapta. Igen. De még a férjem nem volt. Mert akkor megkapta. Na, nagyon szívesen. Jó éjszakát nektek. Jó ét. Jó ét. Mindenkinek jó éjszakát. Nektek is jó éjszakát. Ne menjetek sehova, lájkoljatok, itt vagyok. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, ha nem, akkor is. Ja, ez a duma, gyerekek, ez a duma. Milyen földművelés jobb a... Melyik földművelés jobb a százados? Hű! Na, ki írta? Várjál! Lehet, hogy nem Magyarországon. Péter. Csumi. Szia, Gergő! Lehet, hogy a százados helyett szántást akart írni. Nem tudom, mi most nem szántottunk, tárcsáztunk, de egy Grubert... Szántásos. Grubert kéne beszereznem. De nem tudom, hogy milyen... csak éggyűrűs. Tehát a Gruber nálam éggyűrűs lehet csak. Valami jó kis erős Gruber kéne, egy 3 méteres 125 pacit elé mögé akasztanám, aztán megnéznék nektek milyen boronátok van, Csőkefarm. Lemken Korále 420-as. Egy hidrolikus. Ez az összehajtható hidrolikus Lemken Korále, de szerintem van róla fönt videó. Mostanában én, ha megyek szántani, az egyik kisgazdához, akkor egy 78-10-es John Deere-ra, ami 250 lóra lett chiptuningolva, és így húzom kötött földbe az ötfejes váltva forgatós Agromas PH 5-ös ekét 12 km per órával. Az igen. Az jó, csak a földben ne legyen semmi, hogy szétszakadjon ezeke. Mert nálam voltam olyan az 50-es MTZ-vel szántottam, még annó először két felsekével, hogy hát ezt el kell meséljem. Azt hittem csörög van még telefon. Szántottunk a fatarommal. Fatarom 82-essel, én a kisfűkés 50-essel. Én egy két felsekét húztam, ő egy három fejest. És ugye végeztünk a szántással, ugye beszegjük a végét. Mondta a fatarom, hogy ő elmegy a másik végét beszegi. Ott
ezt a végét szegjem be én. És ugye 40 méter széles volt a fő. Jó, van, elkezdtem szegni. Ugye először szántáson mész, és akkor mindig kijebb, és akkor az utolsó szegésnél éreztem, hogy megakad a traktor. Megakadt egy pillanatra. Elindult. Nézzek hát, gyorsan kinyomtam a kuplungot, nézzek hátra, hátsó fej az, a nyíró stift elszakadt. Kicsit hátrébb volt az utolsó fej. Hát képzeljétek el, hogy hát jó van, akkor mondom, elszakadt a fej is. Ebben a pillanatban adok egy nagy csapódást. Hát a nyíró stiftnek a csavarja felrepült, szóval 10 másodperc múlva esett le a motorháztetőre. Az ott volt a motorháztető rajta. Mert ugye, nem tudom mennyire ismeritek, az MT-50-esnek így van a motorháztető, és középen van egy ilyen pici kis púp. Ahol nyitott föl a hűtő sapkánál azt a ablakot, végig van egy, milyen ki olyan volt, hogy végig volt egy kis púp. És megakadt, kinyomom a kuplungot. Nézem, jó, akkor fele van, csak valami bú. Nyíró stiftnek az anyájával izé úgy esett rá, és nem esett le a motorháztetőről. De meglett. Úgy nyírta, mint a szart. Az benne volt egy nagy darab, most azt hiszem tuskó vagy mi volt a földbe. Ugye nem lehetett látni, és pont az utolsó fej kapt el. Hát nem volt nála másik nyíró stift, csavar. Hát mondom, ezt a szegést már csak nem hagyom mit, kiemeltem a földből. Visszanyomtam, ugye kiütöttem a másik csavart belőle, mert egyik vége az benne maradt. Meg ugye el kellett hajtanom jobban a fejet onnan is kiütni azt a darab csavart. Beletettem a pajszert addig. Meghúztam, kivettem a pajszert, hazamentem, azt tettem bele egy új csavart. Úgyhogy így szakadt el, de a heltiekén sose szakadt el nekem még nyíró stift, egyszer se. Ja. Na nézzük, hogy nekem mit írtak, mert mája vagy, látom, havazva. Én, igen, elfáradtam. De milyen fogás széle és mélységből dolgom. Ja, értem. Van olyan videótok, ahol lehet látni, hogy a csők, ja, csöves kukoricából hogy lesz szemes, ami megy a pótkocsira? Hú, várjál, most nem értem. Várjál, szerintem a saját aratásunk, tehát amikor van. A saját kukoricánkat arattuk le, akkor én arattam, Attila meg körbejárta a kombányt, meg a magtartályba, meg a motorteret, meg mindent videózott. Meg az nézd is... meg azt a videót, amikor aratjuk saját kukoricaratásra, azt hiszem az a címe. Mutasd, mindjárt meg is mondom neked, Edmund, hogy mi a videó címe. Egy pillanat. Egyébként, ha holnap akarjátok, holnap is tudunk egy kicsit live-ozni, de napközben olyan... Saját kukoricánkat is learadtuk. Igen. Ez a videó címe. 2 napja lett föltéve, úgyhogy 1 óra 6 perces. Hát itt lesz a végén egy kis veszekedés, meg minden lesz benne. Részemről nem veszekedés volt, hanem nem tudott, hogy az üdítőcsigát kinyitotta, és nem tudta, hogy hol van a vége. Azt nem tudta rárakni úgy a ivekkor a gabonát, a kukoricát. Na mindegy, ott nem pótra arattunk, hanem a saját kis teherautónkra. Ez ki? Hát Ani. Csak igen? Összevont egy üzletet. Jó éjjét nektek is. Ugye, nagyon megfulladok, legyetek jók. Puszi nektek. Szia, Anikó Sándor. Jók legyetek. Na, jó van. Remélem fog tetszeni. A live után megnézi Edmund. Na, gyerekek, elköszönünk. 3 perc van még. Fönthagyjuk a live-ot. Persze, fönthagyjuk. Akinek van ideje, az ezt a közel 3 órás live-ot szerintem meg fogtok bennünket unni. Igen. Jó pihenés neked, Illés. Igen, Norbert Albertnek válasz. Igen. Nem gondolkozhatok venni egy új traktort? Nem. Még nem. Újat nem is vennék semmiféleképpen. A holnapi... Holnap a holnapi legyen visszanézhető, légy cím, mert
Húzzuk az igát. Meghúzzuk az igát. Jó, rendben. Legyen holnap is live. Lehet, hogy elmenjünk Petszázni az öcsivel, és akkor onnan bemutatjuk nektek, körbejárjuk lehet majd azt a tavat. Az lenne nektek egy szép hely, igaz? Nem ígérem, de... De nem szeretik sokan a petszázást, mondjuk én is. Nem a petszázást, maga a kis tavat fogjuk nektek megmutatni. Holnap lehet, hogy elmegyünk, és előtte egy órával anya bejelenti, hogy egy óra múlva live, vagy két óra múlva live, jó? Tudsz ezt csinálni? Tudok. Hogy fel tudjatok készülni, és akkor bemutatjuk nektek a Taksonyban, a falu közepén lévő Maresli tavat. Hát mondjuk annyit tudok nektek így előre mondani, hogyha netán úgy alakul, és tudunk live-olni, akkor úgy készüljetek szerintem, hogy olyan kettő, aki jön és nem dolgozik, hogy 2 és 3 óra között körülbelül, mert ugye most már azért 4:30 környékén 5 órakor már azért kezd sötétedni, és akkor a gyerek is tud addig pecázni, és akkor mi is el leszünk. Természetesen, ha nem fog esni az eső. Tehát így azon múlik, mert azért nem akarok nagyon megázni. És megunhatatlanok vagytok. Anikó írta, köszönjük szépen. Titeket nem lehet megunni. Hát öröm ezt hallani. Szevasztok! Jó ét mindenkinek. Holnap hánykor lesz körülbelül a live? Hát dél és 3 óra között, én inkább ezt mondanám. Figyeljetek, én, hogyha már pontosan... Bemutatom nektek, még egyszer elmondom, azt a tavat, ami a falu közepén van, nekem nagyon tetszik. Tehát annyira kultúrált a környék, hogy nekem tetszik. Én most nézlek titeket először. Na. Akkor légy szíves, nézd meg a videókat, hogyha tetszik, akkor iratkozz fel, ha nem akkor is. Igen? Na. Igen. Csőben. Karácsonyra legyünk 3000-en. Micsoda? Igen. Mert még csak november van, és december 24-én van karácsony. Te miről beszélsz? Milyen november van? Október, és ugye október hónap, mert november és december 24, tehát még 2 hónap van karácsonyig, és hogyha leszünk 3000-en, akkor karácsonykor adsz egy live-ot, ugyanígy. Hú, most megfenyegetett titeket, halljátok, megölöttek, most fenyegetett. Hógolyozni fogunk az udvarom. Ha lesz hó, ha nem. Gyerekek, én csinálok jéggolyót. A barátom mindig azt mondja, Jani. Ha megvírat, ha nem. Én reggel 5-re itt vagyok nálatok. Ha megvírat, ha nem. Janikám, Isten szóljon belőled. Úgyhogy, Bence, úgy jelölj be minket, Csőke családi gazdaság, látod, 91 vagy 92 videónk van már fönt, úgyhogy unatkozni nem fogsz. Nem. Ha tetszik, válogassál belőle, amelyik tetszik, megnézed. Ha föl akarsz iratkozni, föliratkozol, ha nem, akkor is föliratkozol. Teljesen minden. Jó. Általában a videóban... No, de nem kell engem komolyan venni ilyen téren. Általában... Aki akar, föliratkozik, aki nem, nem. Általában vidám hangulatúak a munkáink. Igen. Kivéve a permetezőst. Na jó, ott... Fújt a szél, nem volt kedvem, fejem is fájt. Minden baj volt. Hú, sziasztok, na én megyek. Ja, még egy kérdés, mikor lesz új videó? Ha már ennyire akarjátok az új videót, akkor én elkezdem ma föltölteni, úgyhogy holnapra megérkezik. Kiharcoltatok egy videót? Ki. Jó éjszakát, Péter. Jó, megnézem a videóitokat, kíváncsi vagyok, milyenek, és feliratkozom. Na, ez egy rendes ember. Tessék, még fel se iratkozott, de megígérte. Lesz az 5000, és azt mondta Edmund, hát... Tényleg? Figyeljetek! De jó lenne. Mi már... Hú, mikor volt nekünk az első aratásunk? Június elején valahogy így volt az első videónk. Ugye azt készítettük legelőször, és akkor mondja Attila meg a kis Vejkó, hogy jaj, karácsonyra meg lesz a 2000. Úgy voltam vele, hogy de ahogy lesz meg, hagyjátok már. És akkor most október 22-e, október 18-án megvolt, vagy 19-én már megvoltunk 2000-en. Hát... Nagyon szépen haladunk fölfelé. Hihetetlen. Hát figyelj, ha tetszik, akkor feliratkoztok.
Ha nem tetszik, akkor nem iratkoztok fel. Megnézitek a videót, ha szeretnétek követni, akkor feliratkoztok, ha nem tetszik, akkor nem iratkoztok fel. Látjátok néha, hogy bénázunk. Persze. Például, amikor ez itt a való világ, gyerekek. Tetőt csináltunk, egy kis ilyen kis előtetőt csináltunk. Láttok egy-két balesetet. Mondjuk még Attilának a szalmabáláról leesős videója, ami megvan, de nem tette. Lehet, hogy majd bónuszként... Akkor lehet, meg lennénk 6000-en is karácsonyra, ha főtne. Lehet, hogy bónuszként majd fölteszem, mikor zombi jelenetet játszik. Hát, tudjátok mit? Megmondom őszintén, hülyét csinálok magamból, de... Lehet, hogy megmondom neki, hogy rakja fel, és az lesz a címe... A zombi! Attilát baleset érte. Az lesz a címe. Ja, és akkor ne haragudjatok, mert most mondom előre, mert nagyon fogok vele beszélni, mert megijedtem. De hogy előadja. Megyek, megnézem Attilát, mert már túloldalom már lehet, hogy le is jött. Erre meg kell a pokolból. Kényszer leszállás volt, kinyitottam az ernyőt, katapultáltam lefele. Fejjel. Minden be volt vetve. Fejjel lejött, ja. Bizony. Na mindegy. Lehet, hogy felrakatom azt a videót. Mert látjátok, jól van, nincsen semmi baja. Hál' Istennek. Mert más mondtam, ugye mondtuk a videóban, hogy jártam, hogy hát azért egy röggen nem ártana. Hát engem röggenezni? Csak ha visznek tepsibe. De hogy megyek én orvoshoz, ha nem muszáj, nem megyek. Hú, nem már Edmund csak a live alatt most plusz 10 feliratkozó. Igen? Vett. Aha. Jó, nem is figyeltem. Répási Pál. Répási Pál. Nem tudom, hogy az a Répási Pál esetleg nem-e ide való a faluba. Olyan nevűt ismerek, Répási Pált, de lehet, hogy nem az a falubeli. Ha meg az, akkor üdvözlöm. A Törőcsik Tímea, őt igen. Is szoktam látni. Igen, igen, igen. Ő szokta nézni a videókat, meg szokta... mi az? TikTokot is. Ott is fent van. Azért a... Hülyén hangzik itt a feleségem, vagy a párom teljesen mindegy. Azért a hölgyekre szoktam emlékezni, hogyha a hölgyek iratkoznak fel, mert férfiak vannak, mit tudom én, 2060-ból 2020-an, és csak mit tudom én, 40 vagy 20 vagy 30 hölgy van. Hát, sajnálom, mondtam is anyának, te mondom, ennyi, nőket ennyire nem érdekli a mezőgazdaság, vagy nem tudom. De akik itt vannak, azoknak minden tiszteletem az övé. Péter Mauer. Azt megnézném, elhiszem. Sziasztok, a videóitokat munkában, meg farming játék közben szoktam hallgatni, és kb. Várom, mikor lesznek új videók, de addig is a régebbieket nézem vissza. Hűha! Én is így szoktam különben, én a saját videókat én is megnézem. Most is van olyan videó, amit még nem néztem meg, amit még nem... Hát én meg ki vagyok tőle akadva, hogy már 66 ezerszer indítja újból ugyanazt a videót, és... És? Nem tudom. Nem szoktam soha semmit olyasmit mondani, hogy ez anya, ezt ne rak föl, mert ez rossz, vagy az... Egyedül annál, amikor leestem a kazarról, azt mondtam neki, anya, mondom, ezt most ne rak föl, mert... Igen, a Taksonyi Répási Pali, mert Taksonyi Répási Pali. Katával néz minket. Na, sziasztok! Jól teszitek, sziasztok! Úgyhogy leestem a kazarról, így van, de ez az én hibám volt, anyának igaza volt, hogy nem... Nem hallgattam rá. Nem ott jött le, ahol én föltettem. Így van. Én meg fejjel lefele lejöttem. És akkor még azt mondja, hogy hát ő a másik oldalra akart lejönni. Igen. Mondom, te! Ne így beleesett egy komplett gumi abroncsba, tehát amiben igen. Benne van a gumi, a felni, a minden. Belefejel. Ő azt mondja, belefejelt, pedig a fején nem volt sepp, csak a hátán, úgyhogy nem igen. Tudom végül is, hogy érkezett. Hát, mert... igen, ez már múlóban van, itt belement valami a kezembe. Igen, meg a háta sérült meg, hát és azt mondja, hogy a másik oldalra. Kb. Mondom, olyan... Mondom, baszki, ott meg egy betonkefni volt, most arra esel rá, akkor szaragbúl járunk. Kb. Olyan 4 méter magasról estem feje lefelé. Nem fejjel lefelé estél, mert szerintem te ott, ahogy megfogtad, te elcsavarodhattál, mondjuk én nem láttam. Csak tudjátok, elmondom a lényeget. Meg lehet, hogy lecsapom a poénet. Nem, hiába mondod, de nem olyan, fogják ők levágni ezt így. Olyan vicces volt, hogy ő visszaküldött engem a papucsért, mert ugye ő mezitláb volt fönt. És én elmentem a papucsért, fölveszem, és akkor megyek vissza a kazalnak a végén, mondom, hogy
Na, már Attila is már lehet, hogy már nem van, és ahogy befordulok, tehát már ráirányítom a kamerát Attilára, volt ott egy ilyen gascsomó, hát, és tényleg egy zombi filmbe illő jelenet. Attila, csak annyit lehet hallani, jó, mondjuk nem gyerekeknek való, de a kurva Isten bassza meg, ezt lehet halkan hallani, hogy ezt mondja, amikor ő leesik, vagyis amikor leért a földre. Nem szoktam káromkodni. És mászik elő egy ilyen csomó, ilyen kis gascsomó mögül, táplálkozik föl, és hörög, mint a franc, mert nem kapott levegőt, mert ugye hivatalosan nem kellett volna neki fölállni, hanem egy kicsit megpihennie a földön, de ő azonnal fölállt, és nem kap, tehát persze. Ő még levegőt sem tudott venni, mert ez a... Így, és jött felém, és annyira zavart volt a tekintete, hogy én megfogtam a mellkasán a ruhát, és mondtam neki, hogy mit csináltál, te barom? Én hallottam, amit ő mond, csak nem tudtam válaszolni, mert tudtam volna válaszolni, akkor lehet, hogy nem állt volna meg csak egy héttel később valahol Budaörs környékén. Mert ez a, hogy fölkaptam egy kicsit a vizet, hogy a francért nem ment vissza a végére, és akkor a rakodóval leveszem, hogy miért nem hallgatott rám, a másik meg az, hogy Úristen, most mi lesz? Most mi baja lett ennek a szerencsétlennek? Tehát ez az idegeskedés, ez a féltés, hát pont ezt hozta ki belőlem, hogy mit csináltál te barom, amikor sosem mondtam rá ilyet. Semmi baj nem volt ebből, hát ugye... Amióta mi együtt vagyunk, én nem beszéltem így vele, hát akkor egy kicsit megijedtem. Majd igen. Azt a hangomon is fogjátok hallani, lehet, hogy egy kicsit hangosabb leszek, ha de... akkor én kapok levegőt, akkor szerintem lehet, kb. Így ideig leástam volna a földbe, hogy reggelig. De már kivettem volna. De nem maragudtam rá, tehát igaza volt neki vissza kanálba kellett. Nagyon makacs, önfejű. Jaj. Én vagyok a makacs. Önfejű vagy, nem, igen. Azért, mert úgy mondtad, hogy leveszel a kanálba, lépek bele, és akkor leenged? Nem, mert te mész a saját fejed után, és nem hallgatod meg nagyon sokszor. Igen, csak azt be kell látni, hogy 20-30 évesen az ember még könnyebben ugrált a kazon. De a kazal takarót vettük rá, raktunk rá egy vadonatúj kazal takarót, ami még nagyon kemény vagy, hogy mondjam nektek, és nem tudod úgy megmarkolni, hogy szépen leengeded magad. És ugye a lábom a két bála közé bement, és fejjel átfordultam, és fejjel lefele jöttem. Mert teljesen mindegy, megérkeztem, ez volt a lényeg, kicsit szarul jött le a dolog. Tudtam, hogy fel kell állnom, mert ha nem állok fel, akkor nem tudom, én ilyenkor általában föl szoktam ugrani, ha ilyen baleset ér. Hát még az volt a vicces, azt mondja, eltört a karom, mondom. Mert hogy... ugye itt még mai napig érezni, egy csomót, beleállt valami nagyon mélyen a kezembe. Nem tudom, látható-e? Már nem annyira látható. Látjátok itt ezt? Itt. És ez olyan kemény itt körbe az egész. Na mindegy, végül is nem is ez volt a lényeg, hanem a lényeg az volt, hogy nem kaptam levegőt. Na, hát most... És akkor lehajol egy kicsit, és azt mondja, hogy ő szerint eltört a karja. Mondom, ha eltört volna a karod, mondom, akkor nem hajlingatod így, tehát az, akkor nem mozog így a kezed, mondom, az biztos nincs eltört. És mondom, a mellkasod... Nem érzem a mellkasomat. Mondom, ha nem kérdezem, akkor nem mondja. Na mindegy. Majd még megbeszéljük, hogy ezt a videót feltesszük-e. Áldásom adom rá, de csak két hét múlva rak föl, nem mostanában. Mert hagy heverjék ki ezt a aratásos verziót, és utána anya fölrakja, amikor majdnem jött értem a Gráf Pali a hullaszállítóval. Ja, és akkor mi volt az érdekes, hogy előtte elkezdjük beszélni, mert ott az egyik bála fönt megmozdult alatta, mondom, úristen, apa, mondom, le leessél! Mert full az egész videót fel tudod rakni? Full az egész. Mondtam jön. Neki, tehát leesek, jön értem a mentőhelikopter, az kész. Ja, hát, még hogy hülyéskedett is, mondom, mi van, ingyen akarsz repülni? Mondom, nehogy már ingyen repülőutat akarja. Hát erre majdnem az lett, bakker. Na mindegy, a lényeg az, hogy valamelyik reggel... Tegyétek föl! Péter írja. Hogy fölkeltünk reggel, mondom anyának, te figyelj már, mondom, valami közeli, most ez nem ide tartozó téma, de azért elmondom nektek, mondom neki, hogy valami közeli rokonom, hogy valaki meghalt.
Tényleg azt mondja, mondom, tényleg. Van sátán ez. És boszorkán. Ő azt mondja, hogy általában meg szoktam érezni az ilyen dolgokat. Mindegy, egy pár napra rá szólnak, hogy izé meghalt az unokatesom. Karácsonyra tett fel. Fosza. Karácsonyra tett fel, hát igen. Körülbelül. Fa alá beraknátok mi? DVD-t. Csőketransz Kft. Izé leesett a kazarról. Ja, úgyhogy, hát figyelj, ez van. Na mindegy, és akkor volt egy másik, amikor elindultam reggel autóval, azt mondom neki, hogy most annyira nincs kedvem menni sehova. Hát akkor is az autó pörült. Akkor meg egy autó pörült elém ki az útra, úgyhogy fejtetően állt az autó meg. Utána meg volt egy olyan, hogy mentünk aratni, egy haraszti haverra, két kombánya bugyira. Azt mondom anyának, te mondom, nem nagyon vinném én most el a pénztárcámat, mert nem olyan túl jó érzésem van. Aztán mondja, hogy jó, hát azt mondja, de hát pénzt azért vigyél. Hát mondom, jó, de nem viszek csak egy 20-ast magammal. Hát még utána én kaptam a levazást, hogy miért egy... Hát mert, hogy legyen az ember... Egy 20-ast adtam neki egybe, miért nem adtam neki 2 10-est? Mert megállítottam kávéves. Mondom neki, hogy én mindig, ha megyek, bárhová megyek, anya megmondja. Tehát én pénz nélkül nem megyek. Még az udvaron is ritkán járok pénz nélkül, de viccen kívül, nem? Azt megyek utána, azt szeretem. És na mindegy, a lényeg az, hogy elindultam reggel, azt megállított a KPM, és azt lényeg az, hogy megegyeztem a történetbe vele. Azt, hát nem 20 000-et kellett volna adnom, hanem csak 10-et, de nem volt 20-as, azt nem akartam ketté tépni a KPM-esnek. Oda kellett adnom, mert ugye ez se volt, az se volt. Ez már nem mostani történet, régebbi. Még az 5-14-es korszak. Úgyhogy azóta már minden rendben van, minden gépen van minden. Úgyhogy jártam már így, és úgy általában reggel, amikor felkelek, akkor meg szoktam érezni azokat a dolgokat, amik történni fognak azon. Többször megéreztem már ezt. Igen. Hát... Na mindegy. Gyerekek, azt mondtuk, már. Hogy 10-10-re akkor végzünk a live-val. Na most már 4-11 van. Most már tényleg menjünk. Szerintem most már menjünk aludni. Szia, mindig... Ati focival hogy állsz? Nem szereti, anno emlékszem rád. Szilágy hegy foci csapatából. Fociszte? Én nem. Mindig ugyan, olyan dundi voltál. Szilágy hegy foci csapat, mindig olyan... Na de várjál már! Foci... Svup. Svup, svup. Szilágycse. Hát focizni fociszta, mint taksonyba egy pár szó, de... nem tudom, hogy hova tegyem ezt a swapot. Svup. Emlékszel rám? Biztos, hogy a... Én rám emlékszel? Erre a jó képűre? Nem, már most viccen kívül nem tudom, hogy ki lehetsz, de... Jók ezek a... álnevek ezek, jók, úgy elgondolom. Most nekem is lassan azt kell, mert a végén kiderül, hogy izé másfele is jártam. Ja, itt van egy lény! Nem tudom, hogy ki lehetsz. Nem is az a lényeg, hogy ki vagy, hanem nem keversz össze valakivel? Szerintem Szilágy összekeversz. Cse. Ez a Szilágy cse nem is ismerős nekem. Azt szerintem egy foci csapat volt, nem? De én nem foci, úgy nem nagyon jár. Egyszer-kétszer voltunk meccsen, így a haverokkal, itt még és általános iskoláskorunkban. Lehet összekeverlek. Nem baj, csak szerintem... Amúgy ő is dundi volt! Hát, ha én fociztam volna, akkor ki lenne taposva a focipályán a fű. Hát, nem hiszem, hogy ilyen füves lenne. Meg hát, én ebben a súlya, ennyit szaladgálni, 90 percet. Többet gurult volna, mint a labda. Ez nem az én világom. Megyek éppen egész nap eleget. Reggeltől estig. Nem is gondolná az ember, hogy mennyit megy egy nap, amikor az ember a telefonon megnézi. Tényleg sokat. Gépen meg aztán pláne sokat. Nagy forma vagy. Az. Ja, hát még a negyedét se tudjátok. De én ilyen vagyok egyébként. Ja, úgyhogy... mit mondjak még? Vagyunk még 126-an, nem akartok menni aludni, de nem kérdeztek. Tehát kérdezzetek valamit. Nem akartok menni aludni. Hát mi mindig 126-an vagyunk. Van 97 like, és még mindig itt vagyunk. Kérdezzetek akkor.
Az öcsi úgyis már áztat egy órája a kádba. Igen. Már az öcsi ben van a fürdőszobába fürdeni. Na. Nagy test, nagy élvezet. Az biztos. Ritkán látod, képzelem? Így van. Én amúgy ezeket a dundi padikat szeretem. Té. Dundi. Fogalmam nincs, mit kérdezzek. Én új vagyok. Ha én új lennék, mennyi mindent tudnák kérdezni. Bármit kérdezhetsz, Bence. Bármit. Azért, ne szó szerint. A mezőgazdasága kapcsolatos 10-9-es anyát hány newton méterre kell meghúzni? Sanyi kérdezni, milyen gabonevető gépet ajánlasz, ami tényleg jó? Hát, én az Amazon D9-re esküszöm, de van a Verstat, meg a Horse a legjobb, Horse. De abban van. De tudni kell, hogy függesztett, hogy vontatott. De Anikó kérdezi, az Ani. Igen, Sanyi kérdezi, milyen gabona vetőgépet ajánlasz, igen, ami tényleg jó. Hát én az enyémre tényleg azt mondom, hogy jó, mert tűpontosan vett. Én használtam, vettem, mert újonnan az nem akarom elmondani, hogy mennyibe kerül, mert... De a Horsból nincs kisebb, csak ez a... A Hors az a 22 millió forint plusz áfa újonnan. Újonnan. Igen. De mondom, abból nincsen függesztett, csak volt. Azért kérdeztem, hogy függesztettet, hogy vontatottra gondolom. Hát attól függ, milyen traktor... Ja, New Hollandot igen, tudjuk. Hogy meglegyen a lámpához. De... függesztett. Amazon a D9. Nincs mese. Abba már fogunk tudni segíteni. Igen. Igen, most már kitapasztaltuk. Lesz vacsira rántott hús? Hát vacsi már megvolt. Jani remény... barátomtól kiindulva van elképzelés, hogy mekkora a forma lehetsz. Ja, igen. Egyébként a Jani barátommal úgy el vagyunk, most ma beszéltem vele egy óra hosszát telefonon, állítólag úgy megyünk Olaszországba, hogy bérelünk egy autót, és még sofőr is lesz. Ő lesz a sofőr. Még jó, hogy buszsofőr. Én elüldök éneket hátul. Jó, hogy buszsofőr. Úgyhogy Amazon a D9, én azt mondom, a D9-es az van 3 méter szélesben, meg 4 méter szélesben is. A Illés barátunk, aki ismerősöm, az ma is vetett 4 méteressel. Én D9-es, ugye őnek is D9-ese van 4000-es, az enyém meg D9 3000-es. Igen. 3 méteres. Ugye 25 soros. 25 soros, ebben tudunk közlekedni köves úton. Igen. A 4 méteressel is lehet, de ott már azért vannak, igen, problémák. A macsira meg visszatérve, most jelenleg sült krumpli volt, lila káposzta, igen, amit mondjuk apa vett, még ilyet én nem vettem, de finom. Körtével, meg ribizlivel, meg nem tudom, így össze alma kellett, volt benne. Alma, meg alma, össze kellett főzni, amúgy finom lett. Ez az az Anikó, ugye? Igen. És, hát Sanyi, mindjárt anya mondja, és akkor utána. És akkor... Én tegnap pácoltam be ilyen mustáros húsnak való, vagy csirkét mustáros húsnak megcsináltam, és azt sütöttem ki. Igen? Függesztett. Amazon videó jó volt, hogy próbáltátok meg a folyást megoldani. Igen, őszinte leszek, most a gabonánál ilyen probléma nincs, csak de tavasszal darabokra fogom szedni, mert valami miatt... Apró magnál van kijött, a probléma. De azt mondja az Illés, hogy az övénél nem jön ki. Hát az én vetőgépem 600 hektárt vetett el eddig újkora óta. Én úgy tudom, hogy az Illésé többet, és nem folyik. Tehát itt valószínű, hogy valami más probléma van az enyémnél, mert ugye a monitor az mutatja digitálisan, hogy mennyit hektárt vetett. Szuper, tényleg jó. Mit tudom, Amazon a D9. D94, ez szuper, tényleg jó. Látod? Nekünk 3000 szuper van. Igen. Milyen, ha te választanál, milyen kukorica asztalt választanál, Gerinkhof vagy Klass Konzped? Klass Konzped. Gerinkhof van itt a környéken, és nem szép munkát csinál. Nem, ne értsétek félre, a Gerinkhofot sem nézem le, de a Klass Konzped asztal, az én is nézegettem olyat, csak ötsorosban nem találtam, egyébként olyat akartam venni. De nekem a Klass Konzped asztalnak a munkája jobban tetszik, mint a Gerinkhof.
Annikó, konspir. Illés, mi nem mentél aludni? Illés. Hatkor kezd? Illés. Hát. Holnap reggel a D9-es 4000-et már 7 órakor fogod hajtani, és még itt vagy? Hány hektáron gazdálkodtok? Mi mindig 30. Nem csökken, nem nőtt este 7 óra óta semmit. 30 hektár. Igen. Ijaj, rekeszes. Reszkes olasz. Bizonyám. Igen. Méghozzá olyan emberrel megyünk, aki 4 évig ott lakott kint, úgyhogy minden szegény zugár be akarja velünk járatni. Hát... Na, ez egy jó kérdés. Henrik, ezt felolvasom. Semmi közöm hozzá. Ha Niki nem támogatna és segítene, igen, egyedül is ott tartanál, ahol? Ez jó kérdés, Henrik. De várjuk a választ. Henrik, megfogtál. Őszinte ember vagyok. Őszinte leszek veled. Ugye erre most vársz egy olyan választ, hogy igen vagy nem. Na most... Erre hogy adjak? Jó a kérdés, tehát ne érts félre, nem, nincs semmi probléma ebből a kérdéssel, de ugye milyen választ adjak neked? Igen vagy nem? Ugye ezt várod? Hogy mondjam azt, hogy nem, amikor nem tudom? Hogy mondjam azt, hogy igen, amikor azt se tudom? Tehát... Gyerekek, meg leszek fáradt. Nem tudom, de én úgy gondolom, hogy nem messze járnák innen. Én úgy gondolom. Lehet, hogy itt nem járnák, de nem messze járnák. Aztán lehet, hogy a közelébe se járnák. Tehát az a baj, hogy erre úgy választ adni, hogy nélküle. Én inkább föltenném a másik kérdést. Ő tartana itt, ahol, ha én nem én velem jön össze? Nem. Ha ide jön, elmondja. Mert azért... Mert dús hajába tép a szél. Tudod. Én nem, mert... Na, szóval várj egy picit. Föltették azt a kérdést, ugye én nem tudok rá válaszolni, hogy tartanák-e itt, vagy nem tartanák itt, amikor ugye nem tudom. De te tartanál itt, ahol most tartasz? Nem, szerintem nekem közöm se lenne a mezőgazdasághoz. Igen. Én szerintem munkahelyre járnék, mint minden más normális ember. Mert akkor... Miért az nem normális? Miért minden normális ember? Nem kérek, meg köszönöm. Figyelj! Ez a munkahely téma, ezen megint tudnánk vitázni. De nem tehát, kell vitázni, biztos nem figyelj! Arról van most szó. Most szó arról van, hogy én nekem... Az a baj, hogy ha most elkezdem mondani, hogy megint politikailag fogunk beszélgetni, politikáról. De nem politikázunk. Na, szóval... Én még soha nem dolgoztam munkahelyen, én saját magam ura vagyok 90 vagy 90, 91 óta. Illés lesz. Nem. Különös István. De az a baj, hogy most ha fölveszem, nem tudom a live-ot folytatni. Vedd fel és mondd neki egy kicsit később. Beszélj vele te akkor. Mi még live-ozunk. Jó. Szépen. Megszakadt a hívás, azt mondja. Megszakadt a hívás. Hogy figyeljetek, én, nekem ő volt az első olyan ember, aki így magának dolgozott, tehát úgymond, hogy a maga ura volt. Én nem tudom. Nem tudom. Én biztos, hogy nem foglalkoznék mezőgazdasággal. Tehát én ezt szerintem messziről kerülném akkor, hogyha ő vele nem ismerkedek meg. Ő most látott így bele a 17 év alatt, most jött arra rá, hogy... De erről is majd szó lesz az egyik videóban, amikor most vagy tárcsázzuk, vagy vetjük a kukorica tarlót, de azt hiszem, hogy tárcsázzuk. Na, akkor pont erről fogunk beszélgetni. Úgyhogy ilyen témákról mi is beszélgetünk, ám csak annyi, hogy felvesszük videókat. Meg ugye mi, ha együtt dolgozunk a videókban, van egy egyórás, egy másfél órás videó csinálva, attól még mi itthon ugyanúgy dolgozunk, és ugyanúgy mi a nap 0-24-ben együtt vagyunk. Tehát valaki kérdezte, hogy nem bírná, vagy mondta, hogy nem bírná elviselni azt, hogy a feleség egész nap mellette legyen. Mi se vagyunk sűve főve 0-24-ben úgy együtt, hogy így
konkrétan test közelbe, hanem ő itt bent rendezi a dolgát, én kint intézem az állatokat, van, amikor együtt csináljuk itt bent, én nekem is van kedvem segíteni a konyhán, ritkán van, de van olyan néha. Azt akartam mondani, hogy ez nagyon ritkán van. Na, tehát ritkán van, tényleg így van, de az állatokat együtt csináljuk általában a... 24-ből 20-at együtt vagyunk. Igen. A négyet meg alszunk. Hát körülbelül. Igen, na nézzük. Semmi közöm. Igen. Illés. Jó, ez az illésnek szól. Mi a véleményedek a szántás nélkül televíziós katasztrófa? Kamilla, katasztrófa. Ja, az illés nem dolgozik holnap. Szabim van. Illés ma befejezte a vetést akkor. Na, meg a 208-as megára. Sajnos Gerinkhof hadsoros asztal van, és ha a cső vesztesség, a lehúzó hengerek nagy sebességét. Aha. Erről beszéltem. Tehát én mehetek az én dominóni asztalommal 12-vel is, akkor se ráncsa le az úr a csövet. Én utána nem találtál úgy csövet, azt a csövet láttátok a ratáskor, ami már le volt esve, mielőtt oda kerültünk a kombányra. Tehát nagyon jól dolgozott az asztal. Na, Átyi Miklós kérdezte, régen mit dolgoztam? Hát, ez is benne lesz az egyik videóban. És ha most itt elmondod, akkor már nem lesz érdekes, de elmondod, ha akarod. Nekem munkahelyem nem volt. Mi Attilával nagyon, vagyis én még nagyon fiatal voltam, hát szó-szó, 18 éves voltam. Vagyis akkor töltöttem be, azt hiszem, egy vagy két hónapja. Azóta engem nyúz. És ő engem kiszúrt magának, aztán jött, és... Én ültem a lépcső, akkor még dohányoztam, most már hál' Istennek 13-14 éve leszoktam, és mindig néztem, hogy jön az utcán föl egy autó, és mindig benéz. Én este úgy riasztottam a lakást, mint a húzat, mert azt hittem, hogy azért jár kell ennyit ez az autós, mert hogy izé be akar törni. Hát én be akartam a törntéged, elvittelek volna ajtót. Ugye mindig úgy ismertem meg, mert akkor neki egy kék F-asztrája volt, és mindig úgy ismertem meg, hogy a hátsó ablakon volt neki egy panda maci, tudjátok, ez a föltapasztós, ilyen napellenzős valami, és mindig arra ismertem meg, és akkor kilógott a keze az ablakon, és így rám nézett, és akkor mindig így bólintott, ilyen. És akkor már végén már szívtam a cigarettát, és már végén már így bólintott. Így bólintottam neki, figyelj, így bólintottam neki, egy pár napig így, utána így csináltam, hogy, és így csináltam, hogy... Te! Na, mi azt mondja, jövök, akkor gyere! Na jó, csak hülyeskedek. Megverlek, nem is így volt. Na mindegy. Úgyhogy én nem dolgoztam sehol, amikor Attilát megismertem, akkor még én iskolába jártam, és én fodrászként tanultam, igen, azt szeretem, fodrászként tanultam, és akkor még én gyakorlatra jártam. Gyakorlott azt, még akkor. Igen, és 22 nap ilyen, hogy nem lett meg a vizsgám, mert közben jött a lánykánk, elég hamar, úgyhogy én még 8 hónapos terhesen még ott voltam a gyakorlati helyen dolgozni, végülis munkahelyem csak a gyakorlati helyen volt. De kérdezzétek meg tőle, hogy meg-e bánta? Nem. Jó, köszönöm. Nem bántam meg. Én... Egy az, hogy a lányt, amikor megtudtam, hogy terhes vagyok, hát Attila is, mert ugye tényleg egy hónapon belül összejött a gyerek, oké, az is érthető volt, hogy ő sem akarta, akkor a szüleim sem akarták, tehát mindenki ellene volt, hogy megmaradjon, tehát mindenki, hogy vetessem el, és akkor én mondtam, hogy jó, nagy sírás, hívás volt, hogy én nem akarom, mert biztos, hogy én vagyok az az egyetlen ember, akinek most, hogyha elvetettem ezt a gyereket, hogy akkor soha többet nem lesz gyereke, úgyhogy megtartom. Úgyhogy így lett a Zsani. Így maradt meg a nagylány, hál' Istennek. Én büszke vagyok rá, mert én nagyon jó tanuló, csodaszép lány. Hát igen. És utána, amikor megszületett, akkor még anyu is odajött hozzám, hogy örülök neki, hogy nem hallgattál ránk. Ez volt. Úgyhogy ebből kifolyólag
nem dolgoztam sehol, de helyette kaptam egy csodálatos embert, aki kitartott mellettem, végigcsinálta velem a dolgokat, megkaptam egy csodaszép kislányt. Mit kellett én nekem ezen fejleszteni? Igen, igen. Tudjátok, mi munka van ebben? Csak mint családi vállalkozás működtök, vagy vannak alkalmazottak is nálatok? Nem, mindent mi ketten csinálunk, Edmund. Mindent mi ketten csinálunk. Ők beszélgetnek. Péter, a mezőgazdaság is munka, helynek számít, és többen dolgoznak, mint a gyári, munkás, és nincs ünnep, se hétvége. Ez így van. Én nekem is, ugye mi családi gazdaság vagyunk, nekem is megvan a földműves papírom. Tehát én is... Van szakmája. Én is... Szívesen. Au! Nekem is megvan az őstermelőim, minden megvan. Minden megvan. Úgyhogy, te unyod, korát adok neked. Na, minden megvan. Hát, ha nincs leterhelve az asztal, akkor hullajtani képes, akkor igen, lehet ilyen, nincs munkasebesség, az a baj, igen. Így van, ezt mondtam a videóban is, hogy a kombány azt szereti, hogyha anyagáramlás van benne. Tehát üresen forgatni, vétek, gyilkolja az ember a gépet. Maradt vetni. Jó. Igen, az ilyen kérdésre lehetetlen válaszolni, ha egy másik időpontban indul el az ember, akkor minden másképp alakulhat. Hát igen, ez így van. Ők beszélgetnek. Szekler. Tátor, szép estét kívánok nektek, és a kedves nézőknek is, üdvözlettel Székelyföldről. Szia! Hello! Igen. Hogy mondta Jani, hogy ő... Szép estét kívánok nektek és a kedves nézőknek, üdvözlete Székelyföldről. A tetesoddal is Székelysárfelé. Nem, Tátos Szekler, vagy Szekler Tátos. Igen. Pap, ugye? Mi? Pap. Nem tudom. Szerintem igen. Bocs. Ő lenne az a... Igen, látom. Igen. Tátos Szekler. Igen. Hogy mondta Jani? Ortodox templomot látott, vagyis a minta alapján... Szerelem gyerek, mindig szép. Hát ez így van. Gyönyörű a kislány. Tényleg? Kislány, nagylány, 16 éves. Na jó van akkor. Majdnem mondtam valamit. Szerelem, doktor. Gyújts meg a szívem. Ők most beszélgetnek. Aha. Ők most azért nem folyok bele, mert beszélgetnek. Hogy beszélgessenek. Úgyhogy... Hát gyerekek, jó hosszú lesz. Annyit érsz hozzá, mint kisgyerek. Illés? Láttam már ilyen... Illés? Tudod? Na, a kamera az én oldalamon van, kicsim. Abba nézzél bele. Nem baj, Illés tudja. Na, gyerekek! 3 óra 33 perce beszélgetünk. Mondom anyának, amikor elkezdtük a lejátszom, anya. Ne legyen most hosszú. Egy órásnál ne legyen hosszabb, mert mennék fürdeni. Pihennék, nézné még egy kicsit a tévét. Jó, egy kicsit, tudod, megígértük 6-ra, de nem tudtunk 6 órakor idejönni. 7 órára jó. Akkor 8-ig live-ozunk, vagy nem tudom, élőzünk, nem tudom, hogy hívjátok. 10:30 van, gyerekek. De ilyenkor hogy repül az idő?
Komolyan mondom. Múltkor meg voltam temetésen. A temetésen, míg megjött a hölgy, aki temette a halottat, mondom, soha nem fog ide érni. Igaz? Sziasztok, holnapi meló. Holnapi meló, nem tudjuk, de lehet, hogy folytatom a disznónál a rácsodást megpróbálom, hiába a 23-a, délután meg elmennék egy trágyaszorot nézni. Beszélgettek. Aha, kukoricadapterről látom. Nekem akarnak itt okoskodni, bátya. Ne hagyd magad, bátya! Az előhenger legyen veled! Nem akar senki okoskodni. Mindenkinek más jön be. Nekem mondjuk a barnák meg a feketék, de hát neked lehet a szőkék, ki tudja. Mindenkinek más jön be. Nem lehet mindenki egyforma. Ha egy kicsit fura is lenne, mindenki egyforma lenne. Most simít egy kicsit álltam. Jaj, de jó, szeretem. Na szóval, és mi mindig több mint 100-an vagyunk gyerekek. Azért 100 embert feltartani, itt ének adják. Nem is hagyom magam! A videó lesz a vételről? De nem élő! Nem élő, mert... Dugiba kellett tartanom a telefont, amikor a kukorica asztalt. Horvátországba kimentünk, azt anya úgy állt a telefonnal, mint komolyan mondom, mint Krisztus a... keresztelő. Mindenki hova mentünk, úgy vittem a telefont, de kis idő még eltelik, én fölököm nektek azt a videót, komolyan mondom. De nagyon rendes volt a tulaj, aki árulta. De úgy készüljetek, hogy 3 részletben van, de 1 órás, 2 órás, meg 3 órás, tehát olyan közel, lehet, hogy olyan 6 órás videó. Igen, mert valaki fölhívott telefonon Horvátországba, és egész hazáig beszélgettem vele. Az ki volt? Senki. De, valakivel beszélgettem. Ja, Jani, hogy a Köröshegyi Völgyhíj után ja, igen. Van egy bokros része, hova betérhetünk. Jani barátom most ugye, az biztos nincs itt. Azt fogjátok, ahogy azt mondja, oda betévedtünk. Persze, 5-5 kombány, nem? Nem akarok politizálni, de az őstermelőben még mindig évi 600 ezer forint adómentes, mint 20 éve. Hát, megmondom őszintén, lehet, de... Mi nem tudjuk, mert mi... Mivel mi családi gazdaság vagyunk... Mi 40 millióig... 24. 24 millióig vagyunk adómentesek. De nekünk benne vannak... Nekünk benne vannak a családi gazdaságban a gyerekek. Mindenki is. Benne van, a 11 éves gyerek is. 12. 12. Milyen géppel arra szílés csak 208-assal? Hát többen nem tud. Hát egy ember egy seggel nem tud kérdezni. Nem azt kérdezik, hogy 208-assal arra te. Majd az illés fog válaszolni rá, hogyha akar. Milyen géppel arra szílés csak 208-assal? Hát csak. Hát, elég nagy szekér az azért. Én meg vagyok elégedve ebben a Medionnal, nem tudom, van... Szia, András! Van itt köztetek olyan, aki 3-10-es Medionnal dolgozik? Vagy de el akart menni aludni, de van köztetek, tudjátok? Van köztetek? Most már olyan mindegy, úgy csak kelek föl reggel korán. Ja, mindig örömmel nézem a videókat, és mindig megfog a videó hangulata, egyenes és mégis derűs hangulatúak. Mindig csodáltam azokat a hatalmas gépeket, irányító embereket. Ezt a... Köszönjük, igen, köszönjük. Na, illésig beszélgetnek. Igen, nem baj. Bontakoznak a barátságok, mi meg itt nézzük. Még mindig, ha 100 alá csökken, akkor... Megyek aludni. Figyeljetek, hajnali 4 óra! Ha még mindig száz. Hajnali 4 óra, 2 fok piszkálói. Még mindig 103-an vagyunk. Régen New Holland kompánya volt az illés. Az volt. Újonnan vették. Hát megmondom nektek őszintén, hogy
amit én már learadtam, gabonát meg kukoricát, mióta a mezőgazdaságot csinálom. 4 óráig meg se álljatok. Kösz. Kösz. Ki fog aludni? A szobotot add már ide. Ez is Erdélyből van. Hoppá. Valaki tudja, hogy milyen bot ez? Ez az asszonyverő. Tudja valaki, milyen bot ez? Tudom. Na? Ki tud rá válaszolni? Milyen bot ez? Amúgy én se tudom. Amúgy szép bot. A Veiko vette, de még nem vitte haza. Hát... Nem is fogja, mi? Látjátok, ki van faragva? Igen, mi van benne kereszt is? Csillag. Tök jó. Napa most elmegy kirándulni egyet. Ez a Mikulás. Ez a izébot. Milyen fából van? Mit mondtak a Bence? Nem tudom, hát én nem voltam ott. 60 lej volt, azt tudom, hogy 80 lej vett. Ez ilyen tök jó hosszú görbebot. Igen. Abban jól lett a hordiászki. Lenne üsség valamit, anya. Na, 100-an vagyunk. 99-nél búcsúzunk. Jöhetsz juhásznak, azaz. Fa. Lehet. Emil Vad, szia, téged még nem láttalak. Így. Mai lássra. Magyarófa. Lehet. Még mindig 100-an vagyunk. Vagy 99 lesz. Mindjárt becsatlak ezeket. Így csinálunk. Sziasztok! Ha! És melyik se vagyunk? 98. Nem. Nem. Csökkenünk, gyerekek, most sem mennek az emberek aludni. Mi is menjünk szerintem. Jó éjszakát mindenkinek. Sziasztok! Holnap akkor dél és 3 óra között, ha nem esik az eső, akkor a tóról bejelentkezünk, és szépen anyával körbesétáljuk a tavat, levideózzuk nektek. Addig az öcsi megpecázik. Igen. Ha jövök veletek. Mert én is úgy körbeszeretem járni, hogy a hátottod másáján van több kapás. Anikó, sziasztok, sziasztok! Erdélyi fiatalember. Igen? Aha! Akkor te tudod, hogy milyen bot lehet ez, de mi nem tudjuk. Az egy dolog, hogy Magyarófából van, de most lesz milyen? Terve egy V5-5-es vásárlás. Jó Liliomos, kérdés. Hoppá, Liliomos pásztorbot. Hoppá, köszönjük szépen. Köszönjük. Látod? Vissza se adom a Veikónak. Ezzel fogom majd hajtani a juhokat. Lenni kell egy 30 darabot. Apa, kardoz vele? Nem kardozunk vele. Ne. Nekem amúgy nagyon tetszik. Apa. Nagyon sokat dolgozott vele, aki ízértem, ezt itt ki, ízérni nézek így egyesével, mert ez a kérgám. Igen, ez a kérge. Ja. Én mehetek juhásznak? Én csak kombányosnak megyek hozzátok, Illés. Odaad a 208-as körre? Majd ha jó lesz, mi? Majd ha jó lesz. Jó pihenés mindenkinek. Most már 94-en vagyunk, mennek az emberek aludni. Valaki elmegy ám holnap dolgozni, hiába van 23-a. Hát persze. Na, srácok, elköszönünk. Vissza fogjátok tudni nézni a live-ot. Sziasztok. Fönt marad. Úgyhogy legyetek jók. Holnap én a live előtt én fogok 1-2 órával... Még 100 körés bátyja. Írni, hogy... Reméltem is. Hogy mikor fogunk tudni kezdeni. Úgyhogy... Ha nem tudtok ott lenni velünk élőben, azt is vissza fogjátok tudni nézni. De minél többen leszünk, annál jobb. Ugyanígy elbeszélgetünk, csak a vízparton. Így van. Ennyi. Megyek fürdeni, gyerekek. Jó éjszakát mindenkinek. Jó étnek. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok. Sziasztok. Hello, hello. Sziasztok. Jó éjszakát.